Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 14 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Szia, Bali! Jó reggelt! Sziasztok, kedves hallgatók, ketten vagyunk, ja. Kettem vagyunk bizonyán, mert hogy Ferencünk tegnap Best of koncerten volt, ugye éjfél körül, és szabad napot kapott. Uh-huh. Közelgő Szabi ide vagy oda, gondoltuk, hogy majd ne üljön el megfáradtan, papásan, öregszagúan. Igazából nem az ő érdekében, a saját érdekünkben döntöttük. Igen. Ki, mert így sincsen elég jó illat a stúdióban. Hát még behozta volna ezt a savanyú kocsis írmaszagot, amit tegnap összeszedett ugye az Operót fesztiválon, mert ugye most megnyitott, hát ők a nulladik nap, nem? Igen. Nyitónap. Tegnapi nap. Igen. A nulladik első, nem tudom, hogy ők ezt hogy hívják. Úgy tudom, hogy rajtuk kívül nem is volt fellépő tegnap, hanem ők voltak azok, akik bejátszották úgymond a színpadot. De álltok rajtuk kívül nézők se voltak. Tehát, hogy egy ilyen beállás volt. De mert ugye tudjuk, hogy a Búzesanyinak amúgy is egy ilyen kicsit ilyen alibi szavú szerepe van a zenekaron belül, és akkor ilyenkor mindig előre küldi nézőnek a Feri. Hogy valaki csápoljon az első sorba. Hát úgy van, játszanak, amikor nincs gitár, akkor Feri lemegy integet, amikor meg gitár szólnak, akkor meg a Búza lemegy integet. És egymásnak csápolnak, és egymásnak integetnek rettenetesen. Igen, na, szóval, hogy bejátszottak a marsolokat, és, igen. És hát nyilván most Feri nincsen olyan állapotban, hogy itt műsor csinálja nektek, valószínűleg valahol fekszik ott az üres gitár tokján, mert hogy nyilván megvalósította már valaki. Remélem, hogy átléptek rajta, vagy legalább behúztátok a sarokba, vagy tényleg, ha napon aludt el, akkor tettetek rá vizes lepedőt, és lagot a szájába. Igen. És szóltatok a Greenpeace-t. Vagy ami késik, nem múlja alapon, hogyha esetleg látjátok, akkor most ezt tegyétek meg vele. Én gondolkodtam is rajta, most nyilván tegnap este megvillantotta a kapuzárási tetkóit a motorosoknak, amiket mostanában varratott fel magára, és szerintem fel kellene elvarratni, amíg nem tette meg legalább két új tetkót. Arra gondoltam, hogy ugye vannak ezek a nemzetközi jelzések a mindenféle postai küldeményeken, tudjátok, a pohár, meg az esernyő. Igen. És hogyha Feri fekszik, és rajta van szerintem egy pohár, ami jelzi az irányt, hogy melyik irányba kell fordítani. Érted? Akkor tudják, hogy... Akkor meg tudják fordítani, illetve hogyha rajta van az esernyő is, akkor betakarják. Tehát ez a két jel legyen mindig rajta. Ez a kettő legyen a testén, én javasolni fogom neki a holnap, hogyha jön, hogy ezt a kettőt még mindenképpen varrassa magára. Hát igen, rajta van már egy csirke, egy kakas, meg nem tudom mi. Egy gyöngytyúkot varratott magára. Egy tojó. Igen. Picit fura, de mindegy. Ez nyilván az étteremhez kapcsolódik, amihez ő is kapcsolódik, és én is kedvet kaptam egyébként hozzá, hogy majd fölvarratom magamra, hogy nem átvéti. Mert hogy az meg az én vállalkozásom. Az jó egyébként. Szerintem a Kolos is dolgozik már egy RTL klubos teljes hátason, gondolom én, nem? Hát szerintem biztos, persze. És a Kárász is magára varhatott már egy kávészemet a mokka miatt, nem? Igen. Vagy egy mosolyú arcot, hogy legalább igen, az... vagy saját magát. Legalább az mosolyogjam. Na, hát így állunk. Miről is tudunk beszélni? Hát két dologról mindenképpen. Az egyik az, hogy most olvastam, hogy kitállalt Damu Roland volt cellatársa, és ennek kapcsán szeretnélek megkérni egy-két dologra, jó? Ja, Istenem! Az egész Damu így már figyeljetek! Az van, hogy volt cellatárs, nyilván nem tudom mennyiért, de biztos nem ingyen, kitállalt a közösen eltöltött időszakról, és így ennek kapcsán szeretnélek kérni, hogy ha esetleg valamilyen okba kifolylag együtt kerülnénk a sitre, egy zárkába kerülnénk, akkor kérlek, picit másképp álljál hozzá, mint ahogy hozzáállt a Roli, mert hogy előfordult, hogy a Roli állítólag a cellatárs bevallás szerint nem mindig mosta ki a ruháját, vagy mindig nem mosta ki a ruháját, vagy nem is tudom, hogy soha nem mosta ki. Együtt dolgoztak a konyhán, és a Roli nem szívesen tisztálkodott, mert hogy azt mondta, hogy nem akar, hogy másokkal együtt, de hogy a ruháját sem mosta ki, és emiatt idézem, azt mondja, hogy a szűk zárkában elviselhetetlen szaga volt. És jelent meg Roliról. Igen, és amikor a cellatárs ezt szóvá tette, akkor a Roli általában bekattant, és verekedtek egy kicsit, de hogy a Roli, a Roli nagyon sunyi volt, és ezzel kapcsolatban szeretlek megkérni, hogy ha esetleg szóvá tenném valahogy, nem mosod ki ruháidat, vagy te tennéd szóvá nálam, én is megígérem neked,
én semmiképpen sem fogom a melbimboidat marcangolni. És te se tedd ezt, jó? Csak kifejezett kérésemre, tehát hogyha ha már nagyon régóta vagyunk bent, és kérem, hogy marcangold a melbimboimat, akkor tedd meg, de egyébként, ha meg csak itt szóvá teszem, hogy a ruháidat jól lenne már kivosni, akkor ne. Mert hogy... a cellatársa lenyilatkozta, hogy Robi figyelj, amikor szóltam érte, ez egy idézet, amikor szóltam érte, örjöngeni kezdett, verekedett, de nagyon sunyi módon harcolt, harapott. Dulakodás közben volt, hogy a nyakamat, a melbimbómat marcangolt. Jézus, atya, úristen. De hogy szólalt meg a társát? Ő is kijött, vagy ő bemente az újság, és csinálta a Sunny Roland társával, vagy Sunny Roland? Nem, Roli még nincsen sittem, bár hogy én belehallgattam múltkor műsorába, és azért már, hogy hívják, tényleg megélent táncol. Minimum 5 év járva neki az esti műsora miatt. De hogy... már kint van. Kint van. Ja, hogy Damu zárkatársa már kint van. Így van. Aha, együtt jöttek be, együtt mentek ki, vagy már ő is kijött. Nyilván bement, ahogy hívják, mit tudom én, bement valaki onnan a bizék, a felső vezető közül a cellába, érezte, hogy itt már a szellőztetésre segít, úgyhogy gondolom, hogy az emberiségi jogokra hivatkozva szabadon engedték a társát. Ja, és most a társa valla az igen, egyik magazinnak. Igen, aha, igen. Értem. Na most tettem biztos össze. Kapott érte pár forintot, nem tudom, nem túl sokat biztos. De lehet, hogy ledillelték, hogy figyelj, mondjál rólam ezt, azt, és utána a pénzt, amit kapunk, azt elosztjuk, az nem lehet? Ja, hogy a Roli kérte? Hát hogy... a Rolinak mondta, hogy figyelj, gyere ki, te is add el a sztorit, és akkor a kettő felezünk. Én aha. is eladom, írok belőle egy könyvet, te meg add el, és akkor a kettőt összerakjuk, amink van, megfelezzük, hogy a cellában is megfeleztük a narancsot. Ja, tehát akkor úgy érzed, hogy azt mondta, hogy akkor találjunk ki valami sztorit, amiből én nem ijedtek ki nagyon rosszul, mondjuk marcangoljam a melbimbója. Legyen az, hogy krumplihámozó késsel marcangolom a melbimbódat. Közben nagyon durván harapok és karmolok is. Jó, legyen ez. Akkor te nyilatkozd ezt, én majd tetszik. Lenyilatkozom a durvában. De nem érzed úgy, Roli, hogy ez egy pici cik? Dehogy is! Tök jó! És akkor így történt? Hogy van az, hogy Rolival kapcsolatban mindenki mindig verekedést említ? Szóval, hogy itt azért ennek kell, hogy legyen valami valóságtartalma, hogy tényleg itt nők mindig verekedést említik, férfiak mindig, tehát a Roli miért ilyen harcos kis pitbull? Tehát, hogy miért nem? Azt gondolom, az ember legalább a börtönben lenyugszik, nem? Hát azért ment be, hogy azért ott mégiscsak átnevelődjön picit, erre ott is folyamatosan verekedik a cellatársával. Hát szerintem eleve nem pitbull, hanem inkább beagle, de hogy én láttam ezt a halatortán felvételt, nem? Hát hogyne? Na. Hogyne? Hát az egy híres felvétel. Hát ott azért bebizonyította. Mit? Érted? Hogy ő ki mer odaállni. Hogy tudhat senki megszepent, más nem mert odaállni elé. Megszepent előtt bográcsot felrúgni? Négy nő meg két részek férfi előtt? Hát azért az nem egy akkora teljesítmény. Szóval. Én láttam azt a felvételt, igen. Hallod? Tehát, az hogy... egy nagyon kemény és nagyon tanulságos felvétel. Ő egy ilyen habitus. Tehát, hogy valószínűleg tényleg nem zörög a haraszt, ha nem rúgják föl, vagy kakilnak rá, hogy mondja a mondás, de hogy figyelj, ő ilyen bunyós típus. Nem pityú típus. Igen, nem pityú típus. Nem tudom, ez a börtön nekem akkora parám, hogy én rettegek egyébként. Tehát ti nem szoktatok eszetek, nem szokott eszetek, hogy mi lenne... Hogy sítre kerülsz? Mi lenne, hogy hát. Véletlen történik valami, vagy belekeveredsz valamibe, figyelj, és megindul az életed a lejtőn, és egy hónapban egyszer találkozhatsz a családoddal. Tehát ez nekem ilyen szörnyű parám. Egy nyilvánvaló előnye is vannak a dolognak, ahogy ezt felvázoltad, de... Nem tudom, hogy a fene se tudja azért. Hát, én ezért van az, hogyha már régóta nem kapok egyetlen levelet sem a NAV-tól, én rájuk telefonálok. Hogy tényleg minden be van fizetve? Tényleg minden rendben van? De akkor most jóban vagyunk? De most én nem ilyen navos dologra gondolok, mert nekem is vállalkozásom van, éves adóbevallás, minden rendben van mindig, kitüntetést kapok. Tehát, hogy tényleg megdicsér a NAV, hogy köszönik, hogy időben nagyon jó, nagyon tisztelt. De nem, ilyet mi nem fogunk elkövetni, nem erre gondolok, hanem hogy vezetsz, és ne adj Isten, történik valami, eléd lépnek. Mit tudom én, éjszaka mész haza, belekeveredsz egy bunyóba, megpróbálod megvédeni a barátnődet. Szóval én valamilyen dologra gondolok, mert mi nem csalunk áfát, nem van egy cégünk bejelentett alkalmazott. Ritkán verjük meg a feleségünket. Tehát én nem csak, hanem, hogy valami belekeveredsz, és véletlen úgy hozza az élet, hogy na, akkor most mit tudom, egy évre, két évre vonulj be. Tehát ez nekem ez ilyen rémálmaimban jön. Mindig olvasok egy börtönös cikket, és így lever a víz, hogy úristen. Nem tudom miért. És nálunk nem olyanak a börtönök, mint Svédországban. Hát Svédországban az ember szívesebben megy be. Most bevonulsz egy évre, az mint egy szanatórium. Panaszkodunk a heti ötszöri húsgolyó miatt, meg hasonlók, meg már megint áfony a szósz. Meg gyúró terem van a cellátban. Lázadás! Áfony a szósz! Na mindegy, ez nekem egy nagy félelmem.
De csak nem történik ez meg, nem? Hát reméljük. Én azt gondolom, hogy jogkövető állampolgárok vagyunk mind a ketten. Zsűről már ugyanezt nem mondhatom el, mert keveset tudok róla, de... Igen. Én azt írják, hogy nyugi, Bari, nem lenne bajod, csupán te lennél a desszert. Nyomj. Igen. Nyomi, nyomi. Nyomi, nyomi. Very yummy. A nyomi, nyomi halad? Nagyon nagy duma. Igen. Az nagyon nagy duma. Nyomi, nyomi. Az egyszerre infantilius, egyszerre hátborzongató, tudod? Na most képzeld, látok egy ilyen 130 kilós romávart, ilyen óriási nem darab. Nem mindegy, ki mondja, ugye? Egy ilyen kan disznó, és azt mondom, szia, nyomi, nyomi. És ott állok a kis szappanommal, a kis papucsommal, meg a fogkefémmel. Mert miért érdekes, ugye, hogy... aludni, fölül vagy alul? Úgyis mindegy, éjszaka meglátok a fölöttem vagy alattam. És hogy akarod, te kis koktél cseresznye. A habot majd én ver. Na mindegy, szóval, hogy nyami, nyami, nyami. És hogy miért érdekes, hogy ez a nyami, nyami civilként otthon, négy fal között a hálószobában, hogyha a feleséged, a párod, a szerelmed mellett sutogja a füledbe, akkor az egy picit másképp hangzik, mint hogyha tényleg ő. Hálajos 47 éves elítélt. Köztörvényes bűnöző, többszörös visszaeső, fegyveres rablás. És indokolatlan erőszak. Indokolatlan erőszak, emberrablás. Vele leszel egyszer ám. Hát nem tudom, igen. Na minden, ne is beszéljünk erről, mert tényleg ez... Kölcsönvehetem Weston Müller Péter könyvet Balázs, mert elfogyott a klotyópabért. Persze, vidd csak! Hogy nem, vidd csak, csak adat neki. De kiolvastad? Nem, majd kiolvasom a neten. Igen. Az én laptopomon. Az enyém, de az nem a tiéd. Kicsi régó. Na igen. U21 vagy U20, gyerekek, hát ami tegnap történt, az megint a komolyan mondom, a paródia utáni, már nem is ez tudom. Ez egyszerűen átok. Tehát, hogy tényleg az ember nem akar rossz májú lenni, de azért, aki látta a tegnapi U20-as meccs videóját, összefoglalóját, és a 119. percben lőtt öngolt, amivel egyébként kiesett az U20-as válogatott. Úgy, szóval... hogy egyébként még a 90. perc környékén még gyakorlatilag nyerésre álltunk, ugye a szerbek ellen. Tömeletesen és... klasszik. Vezetünk! Hurrá meg! Egyelő! Nem baj, még hozhatjuk! Jó. Kiestünk! Matematikai esemény. És ezek a mondatok egymás után következnek. Az, hogy öngól, hát szegény Kim nyilván nem tehet róla meg, hát most persze nyilván lelkileg őt ez komolyan érinti. Meg a 80. percig egyáltalán nem játszottunk alárendelt szerepet. Ez egy tök jó kis csapat volt. Illetve nem beszélünk róluk múlt időben, ez egy tök jó kis csapat, semmiféle probléma nem volt, és alapból egyébként az ócok szerint is, meg a szakértők szerint is, ugye a szerbek voltak ennek a meccsnek az esélyesei egyértelműen. És hát belegondolva, hogy a korábbi találkozás nem sikerült túlságosan fényesen, ott kaptunk azért egy pár gólt tőlük úgy, hogy közben nem rúgtunk semmit, és ehhez képest meg ez a meccs 80. perc környéke még úgy nézett ki, mit vártunk? Tehát a hihetetlenül erős Fidzsi szigeteket vertük meg, azt hiszem talán, ugye? Meg a Észak-Korea. Ne, legyél könyörtelen, igen, de akkor is jó volt. És ezzel meg előztük a Fidzsi szigeteket. Hát. Tehát, hogy azért ez egy komoly eredmények. Fidzsi, bekaphatod! Igen, és nagy gólkülönbséggel vertük Észak-Koreát, és akkor így jutottunk be egyébként, de nem is jutottunk be, mert hiszem valami olyan volt, hogy 12 csapat maradt, kellett még 4 csapat, és akkor a 4 csapat közé bejutott az a magyar csapat, hogy meglegyen voltunk, a 16 és a 8 csapat. Közé jutottunk volna be, akkor hogyha nyerünk. De most a szerbek vannak ott helyettünk. Hát ez valami átok. Szegény srác, ez külön volt. Hát nyilván őt nem akarom bántani, ez biztos mindig kellemetlen, főleg a 119. percben, tehát ebbe kicsit lelkileg nyilván tönkremész. De hát... Figyelj, a világ legnagyobb játékosaival is előfordult már ez. Tehát, hogy nem feltétlenül kell ezt az ő számlájára érni. Az öngolt láttad? Az öngolt azt láttad? Azt nem néztem. Nem? Nem. Azt én sem mertem megnézni. Nagyon-nagyon gól volt. Elég lehangoló pillanat, nem akartam még tetni. De pillanatra összezavarodott, és egy bika nagy gólt lőtt a mi kapunkban a magyar fiú. Vihetem, beleért, gondolom ez lehetett, hogy beleért, nem? Vagy egy bika nagy gólt lőtt. Te láttad? Anna látta. Remélem nem egy bika nagy gólt lőtt a kapunkban. Nem, egyszerűen csak bepattant a lábáról. Nem tudom, ezt szakszerűen mondom, és biztos írják jó reggelt, hogy így beívelte, tehát így szépen ne, így bemelte. Hát, hogy ne. Jobb hátulról, vagy hogy mondják ezt. Tehát ez szépen, hát nem, hát ő ért hozzá utoljára a labdához. Nem, tehát hogy... Átok ő rajtunk, gyerekek, az, tényleg komolyan az, látok. Valaki megátkozott, még meg kell keresnünk azt a voodoo varázslatot, és az összes végtagját ki kell tétnünk, és a hátába állítanunk.
valaki megátkozott minket. Nem én tudom, ki és miért. Én mindig mondom, hogy hiba volt ott koppány fülébe olmot önteni. Tehát ott valami olyan ősi istenséget tettünk, hogy ezer év átok gyerekek. Ez egészen biztos. Tehát valamiért bűnhődnünk kell. De nem éjszakorát vertük meg, ugye? Igen, 5-1-re. Nagyon erősek ők, igen. De ki lehetett, aki megátkozott minket? Biztos nem a máltaiak, mert ők inkább már, hogy hívják, úgy emlegetik a nevünket, hogy bárcsak velük kerülnénk össze, egy kalapba bármilyen korosztályról is van szó, Pák Imre. Vagy ki átkozott meg minket? Hát, az a Pák Imre sztori is azért érdekes. Ja, igen, arról is majd azért beszéljünk egy azért az is nagyon érdekes. De csak a Gripen sztori után. Az is nagyon érdekes. Mennyi sztori. Az ellenplakát kampány is nagyon érdekes. Annyi érdekes dolog van ebben az országban. Igen. Mennyi jó sztori. Na jó, oké. Már most mondjuk, hogy 7 óra után hívjuk Loper Danit, és utána járunk, hogy mi a helyzet a 10-es úttal, meddig élvezhetik a szűkített pályát, mikor adják át a körforgalmat, mi van most, hogy gyorsan mondjon nekünk erről két mondatot. Ne többet, kettőt. Így van, tegnap nem tudom sajnos nyilatkozni, sok dolga volt, mert a vizet a Pilisvörösvári aluljáróban, és most már tud nekünk nyilatkozni, ennek tökre örülünk. Azon kívül nagyon fontos, ezt ma nagyon sokszor fogjátok hallani tőlünk, mert már holnap nem lesz annyira aktuális a dolog, illetve aktuális lesz, csak már nem mondjuk annyit, hogy Vöröskereszt jön ide hozzánk, a Vöröskeresztes a véradó kamion, 6 óra 30-tól 11 óráig, véradás lesz itt az Üllői 102-ben, és minden jó érzésű embert, aki szeretne segíteni, várunk ide egy tajkártyával, fényképes igazolvánnyal, minimum 51 kilós testsúllyal, mert hogy annyi kell, 18 betöltött életével, és fél évvel nem régebbi piercinggel, és tetoválás, vagy nem régebbi, tehát érte, rosszul is hangsúlyoztam. Nem régebbi. Szólj, ha tesz van, én addig nézem az öngolt, szólj, ha meg vagy. Tetoválással és piercinggel, jó? Aha, megnéztem a gólt. Megvolt? Nem rossz. Gyerekek, berakta. Mondom, nagyon szépen, én nem tudom, hogy mondják, így beívelte. Jól mondom, beívelte. Becsúszott, szerelni akart, rápattant a lábára, és onnan beívelte. Szegényként. Én nem tudom, hogy ez átok egy gyerek. Nem, én ezt sajnos nem láttam, mert az ATV-t nézte helyett, és nagyon lehangolt, hogy birkozik Kósolajos a mondatokkal, és akkor már nem tudtam sajnos így. Egyenes beszéd volt? Ben volt? Kálmán Olgánál, tényleg? Ritkán tudom nézni, mert nálunk akkor van a fürdetés, procedúra, én altatás. Én is ritkán tudod nézni, te és a másokok kifolyai, egyszerűen nem bírom. Olgát, kedvem. Fél hét múlt pontosan egy perccel, aki szeretne velünk játszani, jelentkezzen játékra. Jó SMS számunkat tudjátok, írjátok meg, hogy mi a helyzet az utakon, mi pedig jövünk, Ákos híre jut el. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, azért nyomom a Feri mikrofonját. Az. Megszokásból. Nyomjad, hátha. Nyomom, hátha megszólal, de Feri ma nincs. Szabin van. Bauni M5-es Kecskemétől M0-as M3-asig jó járható baleset és hatóságmentes robó a pilóta küldte nekünk. Aztán Trafi Pest Imrém 10 perce fordult át előttem egy hosszú magas Ford rendőrségi busz, és csak véletlenül vettem észre az anyósülésen az új kamerát. Mindenki vigyázzon a 18. kerületben. Köszönjük szépen. És hoppá. Azt mondja, hogy mit mondom? Na, mi van? Lecsúsztott a gatyád. nem tudom. Aha, ezt csak úgy mondtad? Ezt csak úgy mondtam. Valamikor az emberből úgy kikívánkozik egy-két hoppá. Ez most nem is előszakott fordul. És most úgy kijött ez a hoppá, így van. Na. Elolvastam ezt a cikket a Damu cellatársáról. Óriási, nem? Kemény, igen. Nem szép dolog, hogy itt kiadják egymást, aztán ott volt egy kis cikk, hogy a Stolnak a cellatársa is nyilatkozott, és a Damu miket csinált. Hát csak nehogy az legyen belőle, hogy aztán a Roli megkeresi a volt cellatársát, aztán megint marcangolás lesz a vége. Megint Melvin boharapás, meg krumpli hámozó késsel nekirontás. Bizony. Én meg azt mondtam az előző megszólásban, hogy a KL nagykorút én a Kálmán Olgánál láttam, de nem. A Balónál láttam. De a végeredmény ugyanaz volt, hogy elkapcsoltam. Mindig nézed a Balót? Aha. Magyarul Balóval, igen? Igen. Szoktad? Aha. Most ez nagyon jó, ilyen kis kerekasztal beszélgetés volt ugye erről. Sok ilyet csinál. Bevándorlás témáról, és hát ott voltak mindenféle partokból, ahogy már azt megszokhattuk, és egy nagyon tanulságos beszélgetés volt. Érdekes volt. Na játszunk! Hogy állunk játékkal? Ezt a Feri szoktam mindig tudni. Aha, szerintem Anna megírta, azt mondja, hogy igen, de nem. Na akkor majd mindjárt megkérdezzük a játékost, ő biztos tudja jobban nálunk, hogy hogy állunk, már játszunk is. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél?
jól gondold meg a választ. Próbáltam Ferit pótolni, nyilván nem sikerült. De a Feri is hasonló van. Hangokat ad, csak egy fajansz van vele szemben most, igen, szerintem. De, igen, mert most vagy rálépett valaki. És mondja valaki, hogy tartsd a deszkát, ne essen a fejemre. Halló, jó reggel! Jó reggelt kívánok, Bori vagyok Tihanyból. Szia, Bori! Bori, nem akartalak én téged tegnap visszajönni, hogy mutasd meg nekünk a tihanyi vízhangot? De igen, csak szerintem valahogy elfelejtetted, de végül is mindegy. Hallottam, sok dolgod volt. Igen, ott vagy még Tihanyban? Persze, itt vagyok, én itt lakom. Itt születtem, nagyapám, mindenki. Úristen, de szép hely. Az nagyon-nagyon gyönyörű. Szép hely. Gyönyörű. Szombaton még mindig megvan az a biopiac? Igen, kettő is van, egy a Révnél, és egy pedig itt fönt a faluba. De azt kérdezi Valás, hogy szombatonként még mindig megvan az az apátság? Hát ez már jó pár ezer év áll, illetve 1055 óta. De az a kis tihanyi biopiac a szombatonként, az nagyon, nagyon jó kis. Igen, igen, igen. Hála Istennek nagyon kedvelik a turisták, a helybeliek, mindenki. Igen. Kivel szeretné játszani, Bori? Janival szeretnék. Megtisztelő, köszönöm szépen. Hát legyen így. Mehetünk? Mehetünk, én kész vagyok. Mondtam már adásban, hogy mennyire szeretem Tihanyt? Igen, azt hiszem említetted már, viszont én itt élő adásban szeretnélek téged meghívni ide Tihanyba hozzánk. Nekünk van egy szép tetőterünk, amit kiadunk, úgyhogy ingyen és bérmentve nagyon szívesen fogadlak. De aranyos vagy. Hallom, hogy nagyon-nagyon szeretsz túrázni. Imádok. És én borzasztóan örülök annak, hogy az emberek nem csak a tihanyi apátságot szeretnék itt Tihanyba megnézni, hanem az egész félszigetet szeretnék itt. Ott a belső tó és környéke, az is csodaszép. Van máshol is gyönyörű szép hely. Én tudnék neked mutatni olyan helyeket, ahonnan nem biztos, hogy visszatalálnál. Együtt elmennék a szerzetes cellákhoz? Azok ne... Na. Hú, most majdnem kimondtad. Majdnem kimondtad, de azért szólok be, egyébként nagyon aranyos, hogy itt csacsoktok, beszéltek. De hogy az első. De hogy tulajdonképpen az első egy másodpercben ott volt egy hatalmas nagy igen. Ajajajajaj. Igen, igen. Most is azt mondtam, amit te is mondtál, hogy igen, igen. Már az első másodpercben csak hagytam még, hogy kicsit itt beszélgessetek, de ott volt. Akkor ezt bebuktam. De azért örülök, hogy a Janival beszélhettem. Én is örülök nagyon. Nem volt szívünk tényleg leállítani. Nem volt szívünk leállítani, de ott az elején már azonnal kimondtad. Hát ezt bebuktam arra. Nem figyeltem eléggé. Nem. Becsúszott. Annyira belelkesültél, hogy az hirtelen kicsúszott. Igen, ha Tihanyról van szó, a Tihany az én szívem csücske. Hát meg is értük, mert gyönyörű helyről van szó. Mivel, hogy itt, és valóban meghívlak, Jani, úgyhogy bármikor szeretett. De nagyon kedves tőled, és értékelem a gesztust. Igen, mert tényleg gyönyörű ez a hely. És, mondom és ezt adásban. Annyi felfedezni való van, hogy biztos, hogy egy hét se lenne neked elég. Bori, köszi a játékot. Én is köszönöm, ciao. És sajnálom, viszont Balázsra. Hello. Hát ez van. Ez van. 5 perc, pontosan 7 óra, jövünk Ákos híre. 7 óra után vagyunk, 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, Feri ma nincsen, pihen. Tegnap ő fellépett a Harley Fesztiválon. Este egy jó kis koncertet adott, úgyhogy ma igazoltam van távol, mondtam neki, hogy nyugodtan pihenjen, ne verekedj magát alsó Budapestre hajnalban, mert nem is biztos, hogy az szerencsés kimenetelő lett volna. Úgyhogy Ferenci ma egy kicsit pihen. Bizony. Nagyon szerencsés egyiket a felé, hogy egy olyan zenekarban játszhat, aminek minden dal a sláger. Így van. Ők ezt jó érzékkel megcsinálták, igen. Az M3-as autópályán Budapest felé a 202-es kilométer szelvénél mének Sanyi küldte nekünk. A Feri otthon keresi a tihanyi vízhangot, vagy ellenőrzi a lefolyó működését. Egyébként igen, belőle most artikulátlan hangok jönnek ki, valószínű. Tegnap nem volt a környéken sehol adás, egyik rádió se jött be, a legnagyobb baj, hogy titeket nem hallottunk, fájdalom díjként szeretnék játszani Óven bácsival, Reni. Na. Igen, Reni, tegnap volt egy kis villámcsapásunk Pécsett, és ez bezavart az ottani adóba. Adókarbantartás. Uh-huh. Ne zavarjál meg a hazudok zsűr. Igen. Tehát, hogy most ez annyira felesleges, egy jól felépített, jól kitalált, szegény rádiósok, akiknek a tornyába villám csapott című sztorival jövök előtte, bajuk jobbról benyomott, hogy adókarbantartás. Hát ilyen szép, belénk csapott a villám, de már kezdtem van, hogy embereink kiszálltak, megcsinálták, fölmásztak a toronyra. Érted. Illetű kockáztatásával erre. Tényleg úgy csinálsz, mint hogy nem is ebben a műsorban ülnél. Nincs elég bajunk?
Basszus, az összes újságíró arra figyel, hogy mikor szólunk be valakinek, mikor sértünk meg valamit, mikor lehetne kiforgatni valamelyik szavunkat, állandóan a monitor az minket az NMHH-val, mikor büntethetnek meg. Tényleg, rossz a légkondi. És akkor még azt mondod, és hogy adókarbantartás. És akkor meghazudtolod adásban. Benyalták volna, másfél millió ember úgy benyalta volna most, hogy villámcsapás. Én nagyjá akartam tenni a kollégáinkat, hogy megoldották. Szóval Pécset adókarbantartás volt, drága hallgatók, és nem, emiatt a prózai ok miatt nem volt adás, de megoldódott, úgyhogy hallgassatok minket újra, ott is ott vagyunk. M3-as 203-as kilométernél így van, ahogy mondtam, ott van valami. Ahogy mondtam az előbb, úgyhogy aki nem hallotta azt az előbb hallgassa meg, az előző megszólalást. A Fóti filmgyárnál a Dunakeszi felől érkezőket lesi egy trafi buszos Némó küldte nekünk. Köszönjük szépen. M5-ös Kecskemétől M0-as M3-as jó járható baleset és hatóságmentes robó a pilóta küldte nekünk. Köszönjük. Nagyon jó, nagyon sokat írjátok, hogy sokat hogy is hívjákoztam, úgyhogy dobog be. Neked azért nem kell bedobni, hát te a kéz... Abszitos francba, hogy veszem ki belőle? Te a kéz kenésért vagy, illetve a késésért. Úgyhogy neked, ahogy is, hát sok mindent mondasz sokszor, én is sok mindent mondok sokszor, azért még több. Például ma sok mindent mondok sokszor, és sokszor mondod. Azt is nagyon sokszor mondom, igen. Figyelj, az elpakolásért. Milyen elpakolásért? A nem elpakolt, például teljes dobozért, azért nem kell dobnod. Mert tudom, hogy nagyon szeretett az aludtér, de azért most a biztonság kivéért eltettem, jó? Tudtam, hogy jössz, hogy elrakod. Jó, tényleg. Hát, tudtam, hogy úgy is. Na, vagyok ma is. Figyelj, hát 6-tól 10-ig tartam műsor, most 6-kor csak magamnak egy kávét, hogy még 10-ig azért van lehetőségem eltenni. Persze. Nem, hát meg hát látod, hogy kifelé, és pontosabban érezted, és tudtad, hogy én is fogok. És tényleg, itt és van a kávénál. Hát akkor fia, akkor kösz. Ahogy léptem ki a stúdióból, már jöttél be, és pakoltál, úgyhogy ettől akkor nem kell. Kösz, egyel jössz. Kösz. Hódmezőn is állandóan belecsap a villám a toronyba, kérdezi valaki, ott igen. Ott álltok, ott most mérték, és ott most valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy villámmennyiség volt az elmúlt éjszakán. Neked egyébként feltűnt az, hogy például, hogy a hódmező ez mekkora paradoxon? Mert hogy a hódok nem élnek mezőkön. Mert ha mező, akkor ott már nincsenek fák, tehát már nincs dolga arra a hódoknak. Nem, ezen még nem gondolkoztam. Ezen még így nem gondolkoztam. De ezen még így nem. Ez egy érdekes ellenmondás. Jó, van akkor. Na figyelj. A labdát. Jön a beívelés, de öngól! Hát ezt ne! Ezt nem hiszem el. Öngóllal vezet Szerbia. Ezt meg kell nézned, ezt a gólt. Megfogom. Egyébként ezt meg kell nézned, ezt a gólt. Szegény srác. Kalamér, balabér, balambér, szegény. Talabér, szegény. Hát... Komolyan mondom, mit csináljunk a magyar futballal, hogy ez az átok lekerüljön jól rólunk. És mondja meg, álljon ide, aki ezt ránk tette, ezt az átkot, hogy az U20-asoknál az utolsó utáni percben a hosszabbításban öngóla lesünk ki, annyira ironikus, annyira nem is tudom, bagatell, hogy ez valami elképesztő. És hogyha jól emlékszem, őt néhány perccel korábban cserélték be. Ne! Mondta az edzőben, menj, rúgjál gólt. Hiszek benned. Hajrá, mutasd meg nekik. Menj föl a pályára és rúgjál gólt. Jó, de hát edzőben nem adott egészen pontos itinert. Tehát nem mondta el, hogy melyik kapuba. Szegény, őt tényleg ne bántsuk, mert nem, valószínűleg nem. Ő érezte magát nagyon-nagyon, tehát a legrosszabbul. Maga a jelenség inkább borzalmas. Az, ami egyszerűen tényleg borzalmas, hogy valahogy nem tudunk ebből kikeveredni. És a magyar foci teljesítménye, és közben a stadionok pedig hát nincsenek. Nincsenek valahogy párhuzamban. Hát mutass még egy országot, ahol NB3-as csapatoknak ilyen profi stadionja lesz. De azért hogy ne ilyen legyen a focink. Tessék? Azért kell, hogy ne ilyen legyen a focink. Mert először legyen meg az infrastruktúra, biztos ezt mondják. Tehát a játékosok majd kifutnak, meglátják a stadionokat, és egyből elkezdenek jól focizni? Majd idővel. De legalább erre nem lehet fogni. Nem lehet azt mondani, hogy de mester, ezen, hát ez egy liba legelő. Ahogy mondták, régen. Igen, ezt nem mondták. Na, hívjuk Roper Danit, a közútkezelő kommunikációs igazgatóját, hogy mondja el nekünk, hogy mi a helyzet most tényleg. Na, most már tényleg. A kutya de fáját, de most már azért tényleg. Igen. De most már azért tényleg. Hogy mi a helyzet ezzel a 10-es úttal? Tegnap nagy volt az öröm, ugye? Mert átadták. Igen. Nem átadták. Ne dezinformáljunk, kérem szépen. Nem adták át. Még részben a körforgalmat. Részben megnyitották, ugye nem működött a lámpa. Így van. Most ezt nem tudjuk, hogy direkt nem működött, vagy tehát nem működtették, vagy valaki igen már, hogyha felfedezte, hogy sok benne a rész, és ezért volt működésképtelen.
de minden esetre nagyon sokan írták nekünk, hogy ott hát meglehetősen flottul megy az áthaladás a korábban megszokottakhoz képest. Igen, és ígértük, hogy felhívjuk, és megkérdezzük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatóját. Én NIF-nek fogom mondani, mert ez így nagy hosszú. Ez is sokkal hogy jobb. Most mi a helyzet ezzel a 10-es úttal? Hallgatóink ott vannak, ott áldogálnak. NIF. Nem MILF, NIF. Ne feledd, nehogy okay, NIF és LD. Itt van a NIF-től LD. Igen. Itt van Lopert Dani. Hello, Dani, jó reggel. Jó reggel. Hello. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Már tegnap is kerestünk, nagyon dolgoztál? Igen, munkában voltam, de köszönöm, hogy egy napig türelemmel voltatok. Ne viccelsz, hát annyit várunk, amennyit kell, csak szólalj meg nekünk, hogy mi a helyzet a 10-es úttal kapcsolatban. Tegnap képzeld, a hallgatóink nagy örömmel írták, hogy nem működik a lámpa, és egészen flottul lehet haladni. Igen, én nem akarom elkiabálni, de ma visszakapcsoltuk a lámpát. Igen. Túl jó volt, túl gyors volt, ma visszakapcsoltuk. De ma összesodortatok két kábelt. De tényleg kedd óta ugye a két ívet már lehet használni, tehát nem csak a lámpát kapcsoltuk ki, hanem most már körforgalom szerinti rend van, tehát közlekedési rend van, ami mellett természetesen még folyik a munka, tehát még ágakat kell szélesíteni, meg még a körforgalom nem kelti egy kész körforgalomnak a képét, de a haladást viszont most már sokkal jobban tudja segíteni. Tehát a KED óta az adatokat nézve 4-5-ször gyorsabb a forgalom a reggeli csúcsidőszakban, és a délutáni csúcsidőszakban. Tehát most egy-két nap adatai alapján azért úgy tűnik, hogy ez mindenképpen egy jó irány volt. Egyébként tényleg köszönet a vállalkozónak, mert nagyon rugalmasak voltak, és hétvégén is, este is, meg ebbe a hajnali, vagy ebbe a 30 fokos melegbe is dolgoztak, tehát az is mindenképpen kellett, hogy ezt most el lehessen indítani. Hát nyilván tudták a kötbért, elolvasták a szerződést, nem? Nem volt más esélyük, hiszen aláírtak egy szerződést. De előtte vannak. Nem, tehát előtte vannak az ő kötbérüknek, tehát ugye, amikor mi először beszéltünk, akkor azt mondtuk, hogy július, és ahhoz képest azért már júniusban is vannak olyan munkafeladatok, amelyek előbbre. Na, hát ezt köszönjük szépen nekik környékbeliek nevében. Igen. És akkor ez így is maradt, tehát a körforgalmat már nem veszitek el, szinte már átadásra került, akkor ott még vannak kisebb-nagyobb igazítások, de akkor ez már így marad? Tehát ez igen. Már... Aha. Igen. Nagyon jó. Végre egy jó hír. Igen, kaptunk oda valami kis virágot, egy kis kikerics kertet, oda felépítettetek a körforgalmat, emléktáblát, néhány pipacsot elültettetek. Murvából nem szórta oda ki valaki, hogy köszönjük Morning Show, vagy valami? Semmi? Semmi? Hát nagyon erősen gondolkodunk, hogy hogyan lehetne. Én minden esetre köszönöm nektek, mert tényleg nagyon sokat segítettetek az embereknek a nyugtatásában, meg abban, hogy tényleg végig tudják várakozni ezt az időszakot. Én tudom, hogy az embernek munkába járni az egy olyan alapszükséglet, mint sok minden más, és nyilván nagyon idegesítő, hogyha ebben úgy tűnik, hogy korlátozva van. Tényleg szeretném megköszönni mindazoknak, akik az információ áramlás segítették ebben. Hmm. Van egy Facebook csoport is, amelyik hát rendszeresen... De őket most hagyjuk. Elég, ha minket dicsérsz. Köszönjük szépen, és megértjük egyébként, Dani, hogy keresed a szavakat, mi is le vagyunk gyüngözve magunktól. Igen, a Facebook csoport tényleg ők követték az eseményeket, nem? Ők létrehoztak ezért egy csoportot, tudom. Igen, hogy... igen, és bár ők biztos nem így gondolnak rá, de tényleg nagyon sokat segítettek abban, hogy az információkat el lehessen juttatni az ottani, tehát az ott várakozóknak. Mondjuk anyukámnak nyilván nem tanácsolnám, vagy nem javasolnám, hogy beolvasson a posztok némelyikébe, de ettől még azt gondolom, hogy tényleg ők is nagyon sokat segítettek. Egyébként az emberek ezt igénylik szerintem leginkább, hogy legyen valamiféle információ. Tehát sokszor megértőbbek, és sokszor jobban elfogadják a helyzetet, hogyha van bármiféle információk, még ha ez nem is túl pozitív. Igen, én is azt látom, hogy az a fontos, hogy beszélni kell velük, és el kell nekik mondani az információkat, amelyek néha lehet, hogy nem kedvesek, meg nem jók, de fontosak nekik. Na jó, tehát akkor használják, működik a dolog, gyorsult a forgalom, és flottul lehet haladni. Igen, biztos, hogy lesz azért még fennakadás, tehát hogy még munkálatok folynak, de most az utóbbi két nap alapján úgy látszik, hogy akkor ez is keresztül ment gyorsan ez a folyamat. Alszik a gyerek, Dani, vagy miért suttogsz? Nem, még itt még reggel van. Nyújtózkodsz kis pizsiben? Nem akarok kiabálni. Ott fel számít, tényleg? Kávéval? Jaj, de jó neked. Istenem, egy jó brióssal. Jó is az.
Igen. Hát, hogy nem tettem, meg kell várnom a hívásokat, tehát... Meg kellett várnod a hívásunkat? Már... Persze, persze. Utána mész valahova? Ma igen, már mennék tovább. Budira? Figyelj, emberek vagyunk mi is. Értem. Nani, vigyázz magadra, jó munkát. Köszi nektek, tényleg ügyesek vagytok. Köszönjük szépen. Köszönöm. Köszönjük Loper Daninak, köszönjük szépen. Szia. Na, drága hallgatók, csak egy-két SMS-t, jó? De nem azt, hogy köszönjük, nem, hanem, hogy milyen a tízes út. Ott vagytok, haladtok, szeretitek, meg. Jól megy a dolog, tegnap milyen volt a hazajutás. Higgyétek el, hogy ez sok embert érint. Azok is tolerálják, akik nem ott laknak, és fogalmuk nincs, hogy hol van a tízes út. Nyilván nagyon sok olyan különböző nagyvárosban élő hallgatónk van, akinek halvány fogalma nincs, hogy hol a tízes út, de ez emberek százezreit érintette korán reggel. Ez egy neuralgikus pontja volt a Budapestre való bejutásnak, kiutásnak. Ez most megoldódott, úgyhogy ezért foglalkoztunk vele ennyit. Muszáj néha kicsit lokálisabb dolgokkal is foglalkoznunk. Hogyha van rá időtök, energiátok, azt is írjátok meg, hogy a Pilisvörösvári közúti aluljáróban kikeltek-e már a kis kecske békát. Ezt is egyébként meg kellett. Igen, hát ott rendszeresen megáll a víz, mert ott még nem lett bekötve a vízelvezető rendszer, de azt is ígértük, hogy az is meg fog történni. Arról is majd tájékoztatjuk azokat, akiknek nincsen kétéltő járművük. Hogy hol vannak a békák? Parancsol? Mit akartál mondani ezzel tulajdonképpen? Na mondd meg nekem, te, aki mindenhez értesz, és te, aki ennyire jó vagy, és te, aki voltál katona, és te az, aki a haditechnikában ennyire otthon vagy. Csak nem! Mi van? A Grippennel kapcsolatban szeretnél tőlem kérdezni valamit. Segíts nekem egy kicsit, tehát te vagy most a szakértő, és én vagyok a laikus, aki kérdez. Én többet hallottam a szakzsargont, mint te, de nem tudtam megfejteni, hogy mit akar mondani a Damnár tábornok úr. Nem akarok tényleg rohadék lenni, de maga az egész szituáció azért elég meredek. Azt olvastam tegnap egy cikkben, hogy egy hónap vagy másfél hónap alatt, amíg ugye a két Grippen összetörte saját magát, hál' Isten a pilótáknak nincs komoly baj, bár az egyikőjük ugye most 8 napon túli sérüléseket szedett. A magyar Grippen állomány 14%-a megsemmisült. Hát béke van, egy lövés nem volt, háború szituációban, hál' Isten, nem kellett részt vennünk, ugye őrzünk bizonyos légtereket, és hát besegítünk a NATO-nak, be is kell természetesen, hiszen NATO tagország vagyunk, de hogy a fenébe van az, hogy egy... Beragadt az a tetves orrfutó a rohadt életbe. Én ezt várnám egyébként, hogy ezt mondják. A magyar Grippen állomány 14%-a megsemmisült. 14 Grippenünk volt, most 12 hadrafogható, ahogy ezt szokták mondani, és ugye kettő közül az egyik javítható, az a javítható, ami most Kecskemétnél hasra érkezett. Ami a múltkor zuhant, hát, az valószínűleg az viszonylag sok hiányzik. Igen. A roncsokat a használtautó.hu-n lehet majd megvásárolni, értékesíteni. Ja, hogy a District 9-ban lehet belőle fényvirágokat hajlítgatni. Igen. Szóval, hogy mi a fene történik a Grippenekkel? Hát most ugye az történt, hogy az orrfutót nem sikerült kiengedni, és emiatt a pilóta, aki egyébként professzionális pilóta, majdnem egy órán keresztül tartózkodott a levegőben, hogy mire elhasználta ugye az üzemanyagot, azért, hogy ne legyen belőle még nagyobb probléma. Aztán hát addig lent tanakodtak ugye a földön, hogy mit lehetne, hogy lehetne, és rájöttek, hogy hát sok mindent nem, úgyhogy megadták neki az engedélyt, hogy letegye hasra a gépet. És ilyenkor neki miért kell katapultálni? Tehát leteszi hassa, nem jön ki az orrfutó, és akkor nyilván, ha ez a több tonnás sztori, ez lemegy a betorot, szikra keletkezik, nem tudom, surlódás, hő keletkezik, felrobbanhat maga a gép, és ezért ő már, amikor letette a gépet a futóra, akkor utána kilőtte magát, és katapultált? Hát, szerintem ez rutin eljárás. Robbanni nem nagyon robbanhat, nem tudom, hogy ezen a gépen volt a fegyverzet, valószínűleg nem, hát az, mert hogy ez csak egy rutin repülés volt, és ugye az üzemanyagot megkiéreztette. Akkor tehát... valamire leteszi a szárnyát, abban leér a szárnya, nem? Gondolom, átfordul, leborul, mit tudom, valami. Simán lehet belőle valami nagyobb probléma. És onnantól kezdve valami nagy probléma. Meg hát nem tudja, hogy ilyenkor kireverik rá, ugye, rá HTK-zek esetleg a gépet, és azért katapultál, hogy minél messzebbre kerüljön a roncsoktól, hogy el tudjon futni. Mert olyat látunk, hogy utasszállítót például letesznek az orrára, amikor nem jön ki az orrfutó, de hát ugye ott mondjuk, ha kijön még a két oldalsó kerék, akkor azért az a futómű az megfogja. De gondolom, hogy itt az van, hogyha leteszi a Grippent futó nélkül, akkor ez pillanatok alatt eldől valamelyik oldalára. Szerinte felborul, nem borul fel, mert elkezd ugye... Elkezd pörögni, vagy valami nagyobb baj történik, ezért kellett neki katapultálni. Ugye betonra tette le, de hát nem lehet tudni, hogy a gép hogy fog viselkedni akkor, amikor nincsen mondjuk alatt a elég kerék. Na most amikor... Érthető módon fogalmazva, bocs.
Amikor a gép felszállt, akkor az orrfutó még ott volt? Ott volt, megszámolták. Akkor a levegőben lopták ki? Nem lopták ki, nem tudta kiengedni. Hát most nézzük meg, hogy milyen eshetőségek nem tudta kiengedni. Nem tudta kiengedni. Ja, azt gondolod, hogy előfordulhatott az az eset, hogy... Hogy felszállt valaki, ott kapaszkodott felszállt az orrfutó, mert éppen készülték le, beszöktek a kecskeméti laktanyából, készültek lecsatolni az orrfutót, mert aztán ezért nagyon sok pénzt adnak nekünk a bontóba. A felszálláshoz is kell az orrfutó, szerintem. Szerintem még azzal együtt szállt fel, mert ez nyilván van, tehát hogy velünk is volt annak idén, nagy tacsán, hogy amikor a készülőti járműveket hadra akartuk fogni, mert hogy volt valamilyen gyakorlat, akkor kiderült, hogy nem túl sok benzin van bennük, mert időközben leszívták. De hát nálunk még a birkákat is ellopták, tehát akik vagy a rövid fűért voltak felelősek a bázison. Szóval akkor az orrfutó az megvolt? Megvolt, csak nem akart nem kijönni. Nem jött ki. Aha. Mondjad? Az itt a sztori, hogy igen? Először ugye felszállt a gép, és igen? Nem tudta behúzni, ja, csak félig. Aha. Igen, és utána nyilván, amikor már le akart szállni, akkor kiengedni nem tudta, tehát ez beragadt egy ilyen félállásba. De akkor most hülyeséget mondtok? Azt mondtuk, hogy nem jött nem ki. Nem mondtál hülyeséget, mert azt mondtad, hogy nem tudta kiengedni, ez való igaz, csak az már ugye a leszálláshoz kellett, behúzni sem tudta. Akkor most itt a benfetes részleteiddel villogni szerettél volna azért, mert te beszéltél a dantáltában. Hát meg ilyen szakzsargonok, hogy kitört a betonon. Ezért kellett katapultálnia. Kitört? Mert, igen, mert letette a gépet a hasára, és ugye nyilván a félig behúzott futómű miatt elkezdett billegni, és gondolom elborult az egyik oldalára, vagy félig az egyik oldalára, és akkor szépen. De a katapultálásra is engedélyt kellett kérnie, ugye? Tehát, hogy az is úgy volt, hogy... Én azt hiszem, igen, hogy az úgy működik. Vagy őt felszólítják, vagy ő jelzi, hogy vészhelyzet van, ezt nyilván jelezte is már a levegőben, és akkor ott... kitalálták. Mert együtt hallgattuk meg egyébként Ákossal, a Dandár tábornok úrnak a sajtótájékoztatóját, de nem volt egyszerű megfejteni, hogy... Hogy mit mondott valójában? Hát ezt nem hallottam. A katonai szakzsargon ugye egy picit ilyenkor, ilyen fura. Ilyenkor nincs levegőben szerelés? Nyilván nincs. Most direkt kérdezek hülyeségeket. Más fölülnek katapulttal még néhány szerelés. Nem, hát ahogy a levegőben már simán tankolsz. Hát miért nincs az, hogy a levegőben valahogy ezt megpróbálják meg megszerelni? Hát, valakit fölülnek. Ezek egy-két villás kulcsa. Hozz már 8-as kulcsot meg. Rohadt újdeg van, húzzál már bele, mert lefagy a kezem. Fagó is kell! Ne, most nyilván teljesen direkt baromi dilettáns dolgokat kérdezik, és akkor játszunk el a gondolat, hogy ezek több milliárd forintos gépek. Hát 10-12 milliárd. 10-12 milliárd forint. Hát kell egy olyan lehetőségnek lenni, hogy valahogy ezt megpróbálják megszerelni a levegőbe. Egy hónap alatt leírtuk a magyar Gripen állomány 14%-át. Két kiváló pilótával, akik egyébként mindent megtettek, hogy ne legyen baj, és ez a pilóta is egyébként zseniális, és megmentette a gépet, mert hogy azért ez még nyilván szerelhető. De nincs egy ilyen olyan, mint a Form 1-eseknél, hogy beáll a depóba, hogy felszáll a szerelő. Felszáll a szerelő raj, és akkor ott valahogy aláügyeskednek a Gripenek, átmászik rá, nem tudom, Józsi, és elkezdi egy 8-as kulcsal megszerelni. Hát lehet, hogy csak meg kell ütögetni azt az orrfutót, és kijön. Egy óráig próbálták egyébként a levegőben ezt a problémát elhárítani, hogy maradjon a szakzsargonnál. Már kimászott a pilóta? Nem tudom, mert ugye erről részleteket nagyon nem árultak el. Nyilván nem mászott ki kimászott a pilóta? Nem tudom, hát erről részleteket nem árultak el. Nem mászott ki. Csak... Én csak azt mondom, ami biztos. Kockázatmentesen kijelentettem, nem mászott ki. Egy nyomóhalac. Nem tudom, nem erősíthetem meg a dolgot, nem is cáfolom, nem tudom, hogy kimászott-e minden. A kötelék másik tagja alányult. Igen, tehát ilyenkor nincs tényleg az, hogy a kötelékből valaki alárepül és megpróbál egy kicsit a szárnyával megütögetni ezt a futót? Hát azért ezek drága gépek, nem? Hát szerintem túl sokszor láttad a Két tűz között című Arnold Schwarzenegger filmet. Nem, ott volt ugye, hát a Harrierre kimásztak, tehát az elejére, vagy nem is tudom milyen volt, az a repülőgép típus, de hogy nem, szerintem nem jellemző. Nem jellemző, hogy van egy kis fülke ott alul a Gripenben, amiben visznek magukkal egy szerelő. Majd ez a kis otthoni barkás szerelődoboz, nem jött ki a futómű. Oké, megyek, lerakja a rádiós hátulról a fülest. Megdob egy gombot, a gomb egyébként egy rúdban végződik, nem? Aminek hegyes a vég, és megböki a szerelőt, aki bent kucorog a gépnek az alján. Tényleg bent alszik egy szerelőc kafanderben egy fülesre. Megnyomja a gombot, elindul a bot lefelé, megriad a szerelő. Oké, megyek. A vörös szerviz gombot megnyomtad már, Lajos? Fogja a kis szerelő dobozát, igen. Ugye? És elindul. Előre mászik. És tudja, hogy vagy a futóval van valami, vagy amit tudom, a fék szárnyal van valami. Előre mászik, és ül rányom egy kis VD40-en. És már kid is van.
És aztán visszamászik, mint aki jól végezte az olgát. És fölszól, fölütöget Bottal a pilotáknak, hogy megvagyok. És utána lerakják a gépet. Hát 2 milliárd, 3 milliárd forint. Hát azért ez az, nem, az adófizetők pénze. Neki van egy, gombja. Ez valahogy szereljük már meg ezeket neki is a van egy gombja visszafelé a pilóta irányába, arra az van írva, hogy return check. És akkor megnyomja, és akkor megböki a pilótának a sejhaját. És akkor tudja, hogy megvan szem. Végre hogy kapott munkát. Igen, és akkor végre volt. Mint a triangulumos a kamarazenekarban. Igen. Egy hangod, és igen, azt kell találni. Elfogyott mindenkinek a partitúrája, akkor a triangulumus üt egyet. Teljesen tudatosan nem hívtunk mi most vadászpilótát, mert 2 hete már volt, vagy 3 hete egy ilyen beszélgetésünk, és ha Topit hívtuk volna, nagyjából ugyanazt tudta volna elmondani, mint a múltkor. De ő azért tényleg a múltkori beszélgetésben megdöbbentő dolgokat mondott, hát ha valaki nem hallotta a katapultálásról. Hogy ugye ez egy olyan szerkezet egyébként, ami behúzza a lábadat, behúzza a kezedet, és meg kell húznod ugye egy ilyen karszerű valamit, és hogy ott időd nincs gondolkodni, és milyen terhelés az egyébként a pilótának, a csigolyájának, és milyen veszélyekkel jár az, amikor valakinek katapultálni kell. Tehát hát azért az egy nagyon kemény pillanat lehet, amikor úgy döntesz, hogy oké, nincs tovább, meg kell húzni. Most az őrnagyúr kapcsán is mondták, hogy ugye gerincsérülés a csigolyája, így van. Tehát, hogy jelenleg is kórházban van, de sajnos a katapultálás az nem egy természetes az folyamat, nem. Azok az erőhatások, amik ott fellépnek, azok enyhén szóló és veszélyes. És most képzeljétek el, hogy ugye egy óráig volt a levegőben, addig próbálták kitalálni, hogy mi történjen vele. Ő neki nyilván megfordult addig a fejében, hogy most akkor valószínűleg ez lesz a megoldás a végén. Viszont lehet, hogy a kollégák közül egy csomóan irigyek is voltak rá, nem többet van levegőben, mint én egész évben. Egyébként gondolod, egy órát fönn van, többet repül egyébként, mint a Kecskemétnél közül bárki. Mi van akkor egyébként, ha ez a repülő állik, fel van fegyverkezve? Hm? Tessék. Akkor nem tudja mozgatni a nyakát, mert nem a pilóta fegyverekkel. Nem a pilóta van állik fel fegyverkezve. Nézd, barát, nem tudok, mert nyomja a rakéta a fülemet. Nem erre gondolok. Hanem, hogy a repülő van állik fel fegyverkezve. Igen? Akkor belelövik a kecskeméti szántóföldbe. Hát, ül ott Józsi bácsi, ül a trakeszon, érted? Nagyon nem tudom, mit csinál, és 3 földlevegő rakéta becsapódik mellé. Tehát azok, hogy a kerozint ki kell engedni, ne legyen baj. Ha a repülő tele van mondjuk fegyverrel, hát, bombákkal, gránátokkal, skulóhegyekkel. De nem, csak most komolyan kérdezem, hát tök laikus kérdés, hogy mi van akkor, ha ez a repülő mondjuk állik fel, van fegyverkezve, akkor kilövik? Akkor hát az van, hogy a szlovákokhoz. Érte, Lajos, beszéltem a polgármester úr, azt kérdő, hogy csak a cifrapalotát hagyd meg. Jó, ne a cifrapalotát. Szolnok felé lőtt, az jó nagy. Ne abból marad is valami. Ne a templomot. Hát hogy teszed le, ha az ott fölrobbanhat? Kiürítik Kecskemétet, a laktanyát, és akkor leteszel egy állik felfegyverzett gépet orrfutó nélkül. Valahogy azt is le kell tenni. Tehát ha kerozint kiengeded, akkor a lőszereket és a rakétákat is kilövöd ilyenkor? Ugye szerintem léteznek gyakorló rakéták, amik ugye olyan, mint a vaktöntény. Igazából nincs benne semmi, csak aha, a súlya van meg. Uh-huh. Gondolom én. Tehát nem hiszem, hogy valóban igazi rakétákkal ilyenkor fel lenne. Nem azt mondom, hanem mondjuk ez egy bevetésről jön haza, ez a Gripen valahonnan, nem tudom, a szlovák ország, vagy szlovák rész fölött mondjuk bevetés hajt végre. És nem lőtt el az összeset, kerülnek, de nem lőtt el, és ezért jön vissza, és nem jön ki az orrfutó. Akkor mi van? Hát fél úton lebombáz egy kis települést. Igen. Akkor megnézik, hogy hol jár ez a legkevesebb cívvel. Marad tőlem ellenséges, agresszívnek tűnő traktorboronával. Kérek engedélytámadást. Jobbra tőlem tehén csorna, hova lőjem, tudod? Hát, csapok. Támadásra rendülök, le csak hallod. Ne, a traktorosokat, ne. Még maradt 300 kuló a gépányúban, ott egy kombány. Tehát ugye, hogy ezért ezek érdekes kérdések. Na jó, humanizálunk, hál' Isten a pilótának nem lett baja. A legfontosabb, hogy ő úgy gyógyulja meg, hogy újra tudjon repülni, mert pont tegnap olvastam valamelyik pilótával egy cikket, és elmondta, hogy a katapultáláson nem is maga a katapultálás a legrosszabb, hanem picit elmozdul a csigolyát, picit valami történik veled, olyan dolog, ami megváltoztatja az egészségi állapotodat, akkor soha többet nem repülhetsz. Tehát ők leginkább ezért rettegnek a katapultálástól, úgyhogy reméljük, ezzel a pilótával ez nincs, gyógyulást kívánunk neki, és hogy repülhessen minél előbb, ne legyen maradandó sérülése, mert egy nagyon pici is elég ahhoz, hogy ne ülhessél újra vadászgépre. Nyilván nekik ez a legnagyobb fájdalom, hogy nem repülhetnek újra. Hát és reméljük, hogy nem marad meg ez a tendencia, mert tényleg, hát srácok, azért jusson is, maradjon is azokból a Gripenekből. Legalább egy éles bevetés legyen, igen. 8:30 pontosan 4 perccel, ha valaki játszana Óven bácsit, jelentkezzen. Mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:48 múlt 3 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Morning Show a Klasszon, és egy jó kis John Legend szám. Én ezt kedvelem, ezt a dalt, jó a hangulata. Jó a hangulata.
kellemes, jó hangulatú kis nóta. Igen, megfelelő tempó. Nem szeretem ilyenkor ezek a lassú számokat, visszaalszik tőle az ember. Igen, ez egy jó hangulata van, kicsit szomorkás, de van hangulata. És ez mindenképpen jó. Azt mondja, hogy nézzük gyorsan a közlekedéseket. Mit szólsz, Jánosom? Szerintem ez egy jó ötlet, vágjunk bele most. Sajó-Szentpéter belterületén a 26-os úton a Miskolc felé menőket Skoda Yetiből fotózzák, aker küldte nekünk. Köszönjük szépen. Valamint a budai alsó rakparton nagyon lassú a haladás, nincs különösebb oka, mint minden reggel. 10-es út nem annyira rossz, nem is annyira jó. Fél óra helyett most 25 perc, jelen pillanatban ezt tudom jelenteni. Ha valami változik, szólok. Küldte nekünk Gábor. Köszi. Az M3-as autópályán Budapest felé a 202-es kilométer szelvénnél mérnek. Sanyi küldte nekünk, és az M5-ös Kecskeméttől az M0-ásig, onnan pedig az M3-asig jól járható. Na, Óven bácsival játszunk, mondani akartam igen, valamit? Még mondani akartam valamit, igen? De ha nincs erre most lehetőség, később visszatérhetek rá, de ha most megadod a szót, azzal is élnék. Rövid vagy hosszú? Rövid. Megadom. A kukim. Ja, na. Nem, természetesen nem erről akartam beszélni, mert ez még korán van, viszont ha már annyit beszéltünk a katonaságról, akkor a hétvégén lesz egy nagyszerű ingyenes rendezvény, a 4. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok, ha valakit érdekelnek a hagyományőrző egyesületek, illetve a rendvédelmi, illetve a katonai szervek munkája, élete, azok látogassanak el a 17. kerületbe. Jó, van egyébként a rendezvénynek egy honlapja, és még egyszer mondom, ingyenes a rendezvény, rendvédelminapok.hu. Itt találtok meg minden információt. Őrületesen izgi volt. Na, nézzük akkor, hogy kivel játszunk. Itt van már is a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Réka, hello Réka! Hello. Honnan hívtál minket, Réka? Budapestről. Már munkában, otthon? Éppen munkában menet, de most félreálltam, úgyhogy. Nagyon helyes. Nagyon. Mindjárt vagy. Követő magatartást. Szeretjük az ilyen hallgatókat. Szimpatikus vagy. Mm. Igen. Hova mész, Réka? Mit dolgozol? Mit csinálsz? Én előadó vagyok. Hmm. Egy jogdíjak beszedésével foglalkozik a cég. Jogdíjak beszedésével foglalkozom. Milyen jogdíjakat szedtek be? Kitől? Hát igazából, akik ellenérték fejében üzemeltetnek fénymásoló nyomtatóeszközt. Ja! Azt hittük, hogy ilyen zenei jogdíjak, vagy bejöttük ide például hozzánk a programigazgatónkhoz két markos fiatal emberrel, meg egy üres aktatáskával, utána pedig egy teli aktatáskával fáradtok el, és a mi programigazgatón pedig kijön két monoklával a szemben. Jaj, Réka. Akarsz valamelyik témánkhoz hozzászólni? Beszélgetünk fociról, grippenekről, annyi mindenről. Vagy csak úgy, te szíved szerint csak úgy játszanál, csak hagyjunk békén. Egyszerűen pasizni szeretnél. Nem, köszönöm. Én már mennyasszony vagyok, úgyhogy a pasizást. Na, már mennyasszony. Hol itt az ellentmondás? Nem érti, hogy a kettő miért erre ki? Nem azt mondtad, hogy házas vagy? Kiért? Mennyasszony vagy, mikor lesz az esküvő? Hát, ha minden jól jön össze, akkor jövőre. Mióta vagy mennyasszony? Kérlek szépen, egy éve. Egy éve. Az jó, mert sokszor ezt a palikén időhúzásnak használják, de ha egy év, az még belefér. Megkérem a kezét, addig is csöndben van, tudod akkor. Nem. Jól van. Meg is gyűrűzött már? Igen, van gyűrűm. Jól van. Nagyon. Az jó. Jövő ilyenkor ez már 2 év lesz, csak mondom. Bizonyám. Ne hagytam, ezért sokáig húzza az időt. Majd rápirítok. Helyes pirít, Sárika. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berulini, figyelj. Ó, a kis Lukot viszik. Bölcsödébe, óvodába. Megnézetni a doktor úr. Igen, mutatjuk, hogy mit énekelnek. Mondom neked, hogy ez egy dal lesz, egy sima, egyszerű dal. Jó, nem sorozat, nem film, főcím, semmi. Csak egy dal, nem filmzene. Oké. Na figyelj. No. Bye bye, Sasha. Most ez jó a játék. De régen még a Peti énekelt dalokat, most már az igazit adjuk le? Ez a totális elhűlés útján indultunk meg ezzel a játékkal. A legközelebb holnap az lesz, hogy figyelj, mutatjuk a padődőtől a Bye Bye Sasha című dalát. Ja. Melyik énekli, illetve mi a szám címe? Ügyes vagy, Réka? Hát ez nagyon ügyes vagy. Nagyon jó vagy. Ha ez kellett ügyesség. Óven bácsi, Beru néni játékunk kezd végtelenül leegyszerűsödni. De baj, én ennek nagyon örülök, mert nagyon régóta gyúrok a bögrére, úgyhogy... Oh. Tényleg? Aha. Igen. Jó. Figyeljetek, legközelebb az lesz már, hogy csak felhívjuk a játékost, és elküldjük neki az ajándékcsomagot. Mondd meg, jó, mit szeretnél. Jó, akkor legközelebb is jelentkezem. Jó. Mióta gyúrsz, azt mondtad régóta?
Hát megmondom őszintén, egyszer egy ismerősöm volt egy kitelepüléseteken, és akkor ő büszkén a kulcstartójával villogott, hogy nekem ilyen is van, és akkor mondta, hogy nem baj, én meg szerzek egy bögrét, és majd akkor jó, jó, mutogatom neked, úgyhogy igazából egy ilyen, nem is tudom, egy másfél, két éve valahogy így. Na, hát akkor most meglett. Úgyhogy most nagyon irigy lesz, én nem. Úgy kell neki. Így van. Küldjük, puszi Réka. Köszönöm, sziasztok. Ciao, hello, hello, hello. Na, ha már itt tartunk. Ha most még egyszer elmondasz, hogy ilyen unalmas programajánlat, akkor kimegyek és fölgyújtom magam. Akinek unalmas, az nem megy el, nem nézi meg, nem hallgatja meg, nem kíváncsi rá, addig elkapcsol, elmegy pisilni, kapkéni, fogadmosni. Ide egy Grand Kapitány sírja is izgalmas. Számomra az is izgalmas, jó? Mert én nagyon tiszteltem őt. Most mi lesz? Hangyásülők tartanak országos találkozót, tél hétvégén Taksony van? Vagy most mi jön? Mi van a kezemben? A tököd. Olyan milyen fége? Na, figyelj. Azt, jaj, ne, csütörtökön a fubola, de ne! Nem, nem fubola, ne. Triola. Triola. Rosszul emlékszel. Csütörtök van, ha csütörtök, akkor triola. Mondja mindenki utána. Ha csütörtök, akkor triola. Csütörtök, triola, jó, meghallgatjuk Gábort, és akkor utána triolázom neked. Ha valaki egyet, esetleg nem hallotta volna múlt egy csütörtökön Balázs fantasztikus triola tudásából ízelítőt adott nekünk, és akkor megígértettük vele, hogy minden csütörtökön visszatérünk erre a kis dologra, addig, amíg az amúgy is professzionális tudását egészen a csillagukig nem fejlődik. Az István a királyt kell eljátszanom. Jó, meghallgatjuk, mit hozott Gábor, és utána triolázunk. Jó, 5 perc van, 8 óra, jövünk Ákos hírei után. 8 óra után vagyunk 10 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Szia, Bali! Jó reggel! Olyan jó, hogy berakadtad ezt a Lady Gagát. Nem raktam be semmit, ez benn volt. Én nem rakok be zenéket, semmit. Én nem nyúlok annyira örülök, hogy meg kellett tolni az egyik kedvenc. Nem, egyébként a Gagát kedvelem, de nem, benn volt. Abszolút ott volt. Nincs itt zenebehúzogatás. Ez nem egy amatőr rádió szakkör, érted? Ez egy komoly profi rádió. Benn volt a Gaga. Úgyhogy betettem. De, hogy én... Na, nézzük az SMS-eket. Gyömrői út 105 elé most pakolják ki a trafit. Csoki bacsi nem küldte már nekünk. Vigyázzatok. 11. kerület Bocskai úton egy vagány Suzuki is a buszsávban. Körülbelül 100-zal nekiütközött. Egy fának dugó várható. Szabolcs küldte nekünk. Nyilván arra gondolt, hogy dugó várható. A 47-es úton Debrecen irányában Mikepércs bejáratánál egy fehér civil autóból drága fotók készülnek. Rudi küldte nekünk. 31-es úton Cegléd előtt a körforgalomnál szintén kint van a háromlábú. És tegnap az M7-esen, ma az M5-ösön száguldanak külföldi harckocsik, tankok, kamionok. Tudjátok, hogy mi ez? Hadgyakorlat. De éles nem lehet. Arról tudnánk. A 10-esen állok, ha gondoljátok, beszéljünk róla. Kriszta, köszi az infót, kértük hallgatóinkat, hogy küldjenek nekünk információt a 10-es útról, tényleg jobb lett-e a bejutás, mert hogy állítólag, ugye Dani is elmondta, nyilván nem állítólag, működik a körforgalom, reméljük, hogy azért egy kicsit jobb lett a helyzet, mint ami volt. Sajó Szentpéter 26-os szám, 26-os főút előtt a temetőnél van egy trafink, és az M7-es 48-as kilométerénél Budapest felé szintén most készülnek fotózni. Na! Na! Hát mi van? Megfáztál. Kuci. Nem, félrenyeltem. Ja, bocs. Óriásunk ma nincsen. Nincsen. Tegnap éjjel 2-ig... Nagy sikerű koncertet adott. Azt nem tudjuk, koncertet adott? Igen. Koncertet adott a Best of zenekarra. Nyilván nagy sikerül volt a Harley Fesztiválon. Nyilvános próba. Igen, ez egy nagy próba volt. Megnyitották a fesztivált, úgyhogy Feri ma egy kicsit pihen. Behangolták a helyet. Megkóstolták a helyi lőrét. Így van. Nyilván. Feri, ma majd délután 2-kor megriadt, felüvölt, és holnap már itt lesz. Holnap már itt lesz. Leszakítja magáról a vizes lepedőt, kiveszi a slagot a szájából, szól a Greenpeace-eseknek, hogy hagyják, ne vontassák vissza a vízbe, és elindul hozzánk. Holnap már lesz. Most lehet, hogy még nem is ébredtek egyébként meg, hanem ott fekszenek szépen édesdeden egymás mellett. Feri egy Demijohn-től el magához, Búzásanyi pedig egy Brian Adams képet. Közül, igen, hozzá egy kis vizet. Az lehet, hogy segít. Egy Brian Adams képet ölel a Búzásanyi. Igen. Na, csütörtök van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk a mi Gáborunk. Mégse? Vagy már itt van? Vagy nincs elég időnk? Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal. Gábor, jó reggelt! Gábor, szia! Hello. Jó reggelt, szervusztok! Na,
Hiányzik a Feri. Igen? Nem én mély. Miért? De most ő zenél? Igen, zenél, ő gitározik. Gitározik ott, a Best of zenekarban. De nem énekel, ugye? Énekelt régebben. Ott van, ahol egyébként téged egyszer kísérleti jelleggel egy sisakkal a fejeden, egy biliárd golyóval a szádba akarunk letenni, úgyhogy szerdán leteszünk, és csak vasárnap jöhetsz ki a fesztiválról. Négy napig kellene bolyongolnod a hágyi fesztiválról. Egy távlával a melleden, amire az, hogy rühelem a motorosokat. Igen, ő zenél tegnap este színpadon állt a Best of zenekarral a hágyi fesztiválon, és ma mondtam neki, hogy akkor jó. És ti hallottátok már őt? Igen. Traumatikus. De hallottuk azokat a számokat, amiket játszanak, mert ők ugye a Best of zenekar, ilyen, hát minden számuk sláger, ahogy szoktuk mondani. Igen, ők a Pocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm, a Börtönablakában, Ohio. 16-onnal nyomsz, és tudod, ilyenek. Tehát ilyen sok oldalú ez a fenő. Ohio. Most esik le, hogy mit mondok, a Börtönablakában és Ohio. Igen, nagy zenekarok nagy dalait nyomják, tehát nincsenek önálló számai, hanem azért Best of, mert hogy ugye hát ilyen nagy retro dalokat nyomnak. Így van, tehát köszönöm. Attól függően nyilván, hogy mire van igény, mert amit tudom én, Türmer Gyuráig bélik őket, akkor lecsúszik biztos, hogy Amúri Partizánok dala is. Vagy abszolút, mert minden helyzethez alkalmazkodnak. Te jársz koncertre, Gábor? Nem. Nem nagyon? Bogózni. Illetve időnként van, vagy szimfonikus, vagy komoly zenei koncert, arra időnként elmegyek. Te is szereted a komoly zenét? Nem, csak snob. Igen, korábban beszéltünk is róla. Igen, ezt korábban is említetted, tényleg. Most még jobban kedvelek. Könnyű zenei vagy rock zenei koncerten nem járok. És mi a kedvenced? Hajdűn. Máté Passió például, vagy a Requiem. Uh-huh. Ezek. Most bevittek a málnásba, úgyhogy most ez már nem, az a baj, most beleszaladtál egy nagy pofonba, mert ez már nem tudsz hozzáfűzni semmit. De hát dehogy nem. Hát mondta két olyan dolgot, amit sose hallottál. Az ő pasiója, Máté nekem, meg a Slayer, meg a Creator. Hát igen. Másokat, de ha már rossz fiúkról beszélünk, na. Képzeljétek el, mi történt. Tegnap összefutottam. Mi történt? Néhány nappal ezelőtt történt, hát még mindig a hatás alatt vagyok szinte ennek, hogy éppen ettem egy salátát egy étkezdében. Hú, az kutyafálat, ne ilyen beszélyesen, komolyan mondom. Ne folytasd! Ahogy ettem a salátát. Korábban még ezekhez az izgalmakhoz. Ez a sztori már most nagyon durván indul. Igen. És mögöttem egy hatalmas puffanás volt, és szinte mindenki odafigyelt. Hát én ettem tovább a salátát, aztán mondom, hátra nézek, mi történt. És egy férfi a földön feküdt, mellette három ember körbeálltam, és azt kiabáltak, hogy maradjon fekve. És kicsit félreértettem a helyzetet, azt hittem, hogy valaki elájult. És aztán mondták, hogy Feri, ne kelj föl. Úgyhogy gyorsan otthagyva a salátámat, igyekeztem levegőt adni neki, és mondtam, hogy pulzus kéne mérnünk, vérnyomást, és akkor az egyikük elővette a bilincset. Ez volt a nehéz helyzet, idegentesnek éreztem magam. Nem mondod komolyan, hogy valakit leterítettek a földre, te pedig oda mentél szájba lélegeztetni. Nem, azért nem. Színbosszás! Levegőt neki, levegőt! Egész komolyan ez történt, az borzasztó kellemetlen volt a helyzet, mert ugye három civil rendőr lekapcsolt egy rossz fiút. Hát nyilván ő is lehet rosszul. Tetoválás volt mind a két karján, a hátán, és ott feküdt a földön, szerencsétlen, és úgy láttam, hogy rosszul van. Uh-huh. Te már raktad be a katétert, már emelted föl a lábát. Hát én kezdtem volna pulzus számolni, szerintem, és az a három ember nagyon-nagyon közel volt hozzá, nem adtak neki levegőt. Úgy éreztem, hogy nem jó az elsősegély technika, és mondtam is, hogy pulzus kéne mérni, hívjunk orvost, fogtam a mobiltelefonomat, elkezdtem tárcsázni, és akkor mondták, hát nem mondták, de láttam a gesztikulálásokon, hogy ez most nem az a helyzet, hogy én most ott ezt megcsináljam. Elővették a bilincset, és ugye az a furcsa, hogy amikor azt kiabálták, hogy ne mozduljon, azt is félreértettem, mert azt hittem, hogy azért mondják. Hogy te mondják, nem mozduljál? Nem, ja. Hogy ez a földön fekvő ember, ugye aki elesik, az nem mozdulhat a gerince miatt. És mondom, milyen figyelmesek, hogy ugye, hát ilyenkor nem szabad megmozdulni. Ha valaki metron elesik, akkor sem szabad fügye föl. Gondolta, milyen profik? Azonnal mondják, nem mozduljon, sérült a gerince. Ide már én nem is kell. Úgyhogy amikor elővették a bilincset, akkor gyorsan visszaültem, és hát folytattam a saláta evést. Zavartan körbenéztem, kilátott,
az emberek igyekeztek úgy tenni, hogy ezt nem vették észre tapintatosan, és akkor így történt az eset velem. Hol jöttél rá, amikor azt én elájomra nyomkodtad a melkasát, szájból szájba lélegeztetted, emelted a lábát, amikor, és amikor az egyik rendben töltötted még, hogy ne indulj el a fény felé! Maradj velünk, Istenem! Elveszítjük! Hol esett lehetted a bilincs? Amikor a rendőr rátérdelt a hátára. Az volt az a pont, amikor úgy éreztem, hogy nem védi a gerincét. Mit csinál, ember? Mit csinál? Szálljon le a hátáról, Védi a gerincét. Igen. És megköszönték, hogy az első segélynyújtást, hogy milyen... Hát egy óvatosan az egyik úgy a vállával megpattintott, hogy ne menjek közelebb. Amitől neki estél. Igazából nem volt szükség többre. Egy asztal rukkolának. Hát figyelj, de még jó, hogy nem szórtad őket szét, érted, mint Steven Seagal. Tudod. Képzeld, mi lett volna a leteríted őket. És nem változtam át HK. Igen. Neki ezt ott Wing Chun Kung Fu-zni, érted, agyonvered a háromat, újraéleszed a bűnözőt. Akartok még. Tudjátok ti, kivel kezdtetek ki? Ez nagyon helyes történet. Hát igen. De te ilyen rutinos vagy neked, mert van gyakorlatod, mert a legtöbb ember azért ilyenkor elfordul, nem néz oda, zavarban van, nem tudja, hogy mit csináljon, inkább tovább áll. Az első segít, azt ugye most már ide inkább kötelességünk tudni, és ha valaki valahol elesik, vagy a földön fekszik, akkor nem mehetünk el mellette, nem léphetjük át. Ugye egyre inkább vannak ezek a, hogy is nevezik ezeket a készülékeket, ez a szív, amikor megáll, defibrillátor, köszönöm, Viki segített. Nem Viki volt, Anna volt. Defibrillátor, kihelyezett defibrillátorokat. Az a helyzet, már, hogy ezeket tudunk kell nekünk is naponta kezelni. Naponta 50 ember hal meg, vagy esik össze az utcán. Most képzeljétek, hogy valaki melletted összeesik, és ott állsz, mit csinálsz? Zavartan körbenézel, vagy valakinek szólsz, hogy ugyan segítsen már, mert ő biztos jobban tudja. Tehát van néhány másodpercet segíts rajta. Bárhol, bármikor egy ember összeesik, rosszul esik, megáll a szíve, agyvérzés kap, stb. Tehát én azt gondolom, hogy ezek fontos helyzetek. Hát amikor egy ilyen eset történik, hogy egy ember a földön fekszik, akkor én automatikusan megyek. De jó fej vagy. Te azért a Margit-szigetre, ha kimész sétálján, azért a napozókra nem ugrasz rá. És kezdődöm őket masszírozni. És mondjuk a Harley Davidson fesztiválon sem gondolom, hogy aki a földön fekszik, azon rögtön segíteni kell. Nem, ott lehet, hogy azért őket elég csak átlépni. Igen. De ez nekem nagyon szimpatikus, hogy ennyire fanatikus vagy, hogy még a hátukon lévő készüléti rendőrség felirat sem zavart össze, hanem rögtön oda. Nem volt a hátokon semmi. Igen, az állat és a tech felirat és a gépfegyverek. De aztán később ott elmesélték, egész elképesztő volt, hogy ez a három rendőr civilben volt, tehát hatalmas darabok voltak, és mögé álltak egy étkezdébe, mint hogyha ők is vennének valamit. Uh-huh. És gyakorlat mozdulatokkal hárman egy hatalmas darab, egy volt ilyen 120 kilós hatalmas hármat. Izompacsírta, a földre tették hárman, de körülbelül 2 másodperc alatt és rögtön. Hát ez a dolguk. Igen. Érdekes az ember, hogy közben még mindig elfordítja a fejét, nem mer segíteni, tehát hogy milyen érdekes az emberi reakció, nem? És nem feltétlen azért, mert hogy nem érdekel az, ami a másikkal történik, hanem nincs önbizalmad, nem tudod, hogy mit kell csinálni, megvárod, igen, hogy félsz, más segítsen, félsz segíteni, félsz, hogy ártasz, és inkább elfordítod az arcod, inkább elmész, arrébb mész, mint hogy segítsél, hát, hogy vagy megnyugtatod azzal magad, igen, hogy leszállsz a villamosról, fekszik valaki a villamos megáll, és azt mondod, hogy biztos részeg. Biztos be van nyomva. De lehet, hogy cukorbeteg és behipózott, ugye leesett a vércukra sok esetben, simán lehet. És akkor azonnal segíteni kell. De valahogy még mindig az a tendencia, hogy nem lépünk nagyon oda, nem? Vagy hát, amikor az ember hall ilyen különböző történetek, 10 percig fekszik, 20 percig fekszik, átlépnek rajta. Egyébként csak mondom, hogy ugye az igazolványt rögtön meg kell nézni, hogyha jól szituált ember fekszik nyilván a földön, de ha nem jól szituált, akkor is segítünk. Az igazolványát meg kell nézni, és ha cukorbeteg, bármilyen betegsége van, akkor az általában egy ilyen kártyán benne van. Ez nagyon, nagyon praktikus tanács. De jó. Igazolványt nézzünk, van-e benne valami speciális tanács, cukorbeteg vagyok, stb. Vagy éppen anafilaxiások, allergia után, stb. De hát nem vagyok orvos, tehát ez nem értek, csak mondom, hogy ez történt. Hát csak egy állampolgár, aki tudja, hogy mi a kötelesség egy ilyen helyzetből, hogy ez mindenképpen dicséretem, mert ha megkérdezted, hogy mit reggeliztek? Három nagy zabot. És mondtad, hogy ajánlhatnék egy kis zabot. Igen, jó erőben vannak, de azért egy kis hajdináti zabkását, ha még fogyasztanának, a hajuk is sokkal szebb. Hogy a vércukorszintet a csicsóka nagyon jól rántja. Mondjuk az volt a szomorú az esetben, hogy volt egy 10-12 éves kisfiú az oldalán, a férfinek, és egy feleség, vagy egy barátnő, és ugye ott el kellett gyorsan vinni onnan. Ja, Istenem. Tehát azok a pillantások. Hát nem tudunk erről az emberről semmit, biztos nem. Tehát nem biztos, igen. Nem véletlenül történt, meg összekeverték valakire. Én a gyereket, meg a családot sajnálom. Csak ez volt a szomorú túl ezen a helyzeten. Hát nyilván. Hogy, tehát ugye ez egy emlék marad egy gyerekben, hogy mi marad meg az apádból, már bocsánat. Na mit hoztál nekünk, Gábor? Hát enyhe témaváltás, orvosi gombák. Várjál, kapsz egy lónyerítést. Oh. Igen.
orvosi gombák. Mert milyen furcsa egyébként, hogy az orvosokra azt gondoljuk, hogy tökéletesen egészségesek. Közben miközben pedig orvosi gombák. Hát azért ott is előfordul egy-két baleset. Ugye a gyógygombákat nem nagyon lehet használni ezt a szót, mert ugye szigorúan veszik ugye egyre inkább azt, hogy valami élelmiszerről azt állítja bárki, hogy az gyógyít, vagy megelőz, ezért nem gyógygombákat, hanem orvosi gombákat szoktunk mondani. Képzeljétek el, hogy akár a shiitake gomba, akár a pecsétviaszt, vagy ganoderma gomba, ezekről szeretnék nektek beszélni. A pecsétviaszt például be kellett szolgáltatni annó a császárnak, képzeljétek el. Most gondoljátok meg, hogyha egy olyan törvény születne, hogy a csicsókát be kell szolgáltatni Magyarországon. Semmi nem lepődnék meg, hogy a csicsókát be kell szolgáltatni a császárnak. Annyira egészséges azért kell beszolgáltatni. A pecsétviasz gomba nem termett mindenhol, és mondjuk a csicsóka az elég sok helyen terem, és a kínai császárok tartották fenn azt a jogot, hogy csak ők fogyaszthatják, és fantasztikus, hát megelőző gyógyító hatásokat tulajdonítanak a shiitakénak és a pecsétviasznak is. Egyébként az ázsiai vidékeken általánosan használják mind a shiitake, mind a ganoderma vagy pecsétviasz gombát, akár allergia ellen, köszvényre, számos megbetegedés esetén enyhíti a tüneteket. Magyarországon 2000-től kezdték el kutatni, és nincs kultúrája nálunk. Tehát nálunk egy ember hamarabb áll sorba a patikában, és vesz valamilyen talán gyógyszert, mint hogy kipróbálna valamilyen természetes kúrát. De te nálunk megterem a shiitake gomba? Igen, termeszthető, sőt, én csak olyat vásárolok, amit itt termesztenek, sőt, bio minősítést kapott. Tehát például biotönkő csirán, vagy más ilyen alapanyagon termeszthető shiitake, termeszthető pecsétviasz, sőt, gyapjas tintagomba és süngomba is. Ah. Ebből kettő van hát, nadrágjában is. Egyébként a gyapja süngomba az próbálja kikezelni. Amiatt rendszeresen trimmerek, nem híve süngombának, Móni. Igen, de arra hadd kereztem, se segített egyébként. Mit jelent? Tehát fogok egy kis kávés kanálnyi pecsétviasz gombát, ezt leforrázom, megeszem, mit csinálok vele, és mire hat? Mert azt mondod, nagyon széles spektrum, oké, de hogy mégis mire jó? Például a gyereknek akarjuk adni, mi akarjuk szedni, mit előzünk meg vele, vagy mire jó? Úgy is nevezik a shiitake gombát, hogy élet elixír, vagy véraktivátor más néven. Egyébként itt jut eszembe, hogy tényleg voltak a hírekben, tehát Ákos a hírekbe belakott ilyen tanácsot, hogy melegben mit együnk és mit ne együnk. Ez fantasztikus volt, nem? Ezt épp akartam említeni. Hát, én majdnem hát beszaladtam egyébként, csak... Tehát 11 és 3 óra között ne együnk zsírossal. A bokámmal volt a gatyám éppen, de én is egyébként ugyanígy megdöbbentem. Ez is komoly, tehát ezt akartam említeni, ez fantasztikus. Hát az Ákos ilyen máskor is. Full profi a csávó, azért dolgozik itt, nem máshol. Igen. És egyébként így is van. Visszatérve, tehát a shiitake gomba Európában, Amerikában a 70-es évektől ugye kutatott és használt életelixír, gyomorfeké ellen kifejezetten, akinek gyenge a gyomra, fekélyre hajlamos, gyomorfeké megelőzésére, köszvény, magas vérnyomás, öregedés lassító, mivel Kínában 2025-re úgy datálják, hogy mintegy 200 millió 60 év feletti ember lesz, ami elég soknak számít, és keressék ugye a nagy fiatalító élelmiszereket, ételeket. Megfázás, az influenza A vírus ellen kifejezetten hatásos. Van benne egy lentina nevű vegyület, ami cukorbaj ellen hat, koleszterin csökkentő, olyannyira, hogy a rossz koleszterint, az LDL-t átalakítja, vagy segít átalakítani jó koleszterinné, antitumor hatása és migrén ellenes hatása van, fiatal lányoknál pedig a pattanásokat csökkenti, vagy nem jönnek ki annyira a pattanások. És ez porformában megveszem, egy lehet kis kanalat leforrázok, hogy hogy csinálom? De én megmondom, hogy szintén liofilizált fagyasztva szárított porformájába fogyasztom, kávéba tehető, forrázható, tehát ezt nem muszáj nyáj sem fogyasztani, forrázható, mert akkor feltárjuk a hatóanyagokat, de nyersen is tehető joghurtba, kefirbe, bármilyen turmixba, és késhegynyi, mokkás kanálnyi mennyiségben írtó jó a hatása. Nyilván, tehát az el jó, kell mondjam, hogy nem értesítő beosztál ezt, akkor 5 évig elég, hogyha csak egy késhegynyit kell belerakni. Igen, ez egy kis minta. Igen, tehát ez hihetetlen sokáig, és a liofilizált, az tényleg évekig jó. Nyilván az ára, hogy valaki megnézi, akkor magas, tehát nem egy zappehelynek az árával egyenértékű, de olyan speciális antitesteket termeltet a szervezetben, amit egyszerűen mondjuk zabban nem tudunk pótolni, tehát időnként egy-egy kúrát is, de akár egészében is használható. Egyre többen fogyasztják a shiitake
gomba port, a pecsétvi az gomba port. Egyébként termeszthető otthon is, csak borzasztó lassan. Tehát lehet kapni termőtestet, ha valaki hát ennek kicsi a racionalitása azért, nem? Tehát igen, ez olyan, az otthon termesztett eper, hogy egy év alatt lesz egy darab eper. A kis erkélyed, amit nagyon locsolgat, az milyen eper. Full bio. Viszont a pecsétvi az gombát a kínai nagyfal építőinek adták, kötelező volt fogyasztani, most kézzétek el. Úgyhogy valaki építkezés nem egy mindenképpen el ne induljon az zakása és pecsétvi az most sok kőművesek felordítottak, mint csúvak a hanszolom mellett. Eldobták most ezt a fél oldal szalonát, amit reggelire esznek, meg a sörös üveget, már rohannak a bio áruházba. Próbálj meg te betonozni zapkásával, mindjárt kapjuk az SMS-eket. De csak az érdekes, te nem látod, mert ilyen komám, ez mondjátok meg a Gáboron. Zsaluzzál, tessit a kével. Másszál föld a tetőre zapkásával, persze. Egyébként, ha már mászásról van szó, a hegymászoknak védő étel a pecsétvi az gomba, mert germánium van benne, ami azt jelenti, hogy Németországból származik. Segít az oxigén felvételében. Ha hiszitek, ha nem, ha valaki pecsétvihaz gombát fogyaszt, enyhén érezni fogja, hogy javul az oxigén felvevő képessége. Akár a szív, akár az izomzat. Például van ilyen kutatási program, hogy izomsorvadásban szenvedőknél javítja az állapotot. De a gyerekeknek adható immunerősítőként? Adható. Igen? Tehát azt gondolom, hogy három éves kor fölött, tehát ugye vigyázni szoktunk az immunerősítőkkel 3 éves kor alatt, vagy inkább 6 éves kor, de inkább fiatal felnőtteknek és idősebbeknek javasolt. A gyerekek immunrendszer azért elég jó, kivéve influenzás időszakban, hogy az influenza A vírus ellen hatásos a sitake gomba, időnként szoktunk mi is adni. Jellegzetes gombás íze van. Egyébként a laska gomba az egyik legolcsóbb és legjobb immunvédő. Tehát aki azt mondja, hogy na hagyjuk ezt a sitakét meg pecsétviaszt itt több ezer forintért, laska gombaport is lehet kapni. Van benne egy anyag, az a neve, hogy beta-glükán. Ez a beta-glükán asztmásoknak, vagy pollenérzékenyeknek is adható. Mi lesz, ha egyszer kitalálják, hogy a gomba állat? Mi lesz veled, Gábor? Most komolyan kérdezem. Nem találják ki a gomba egy külön rendszertani csoport. Na igen, se rendőrben, se nem állat, de hogy próbálják valahol kitin besorolni. Páncélja nincs a az bogaraknak. Az kitin... nincsen, meg hosszú lompos farkas. Kitin igen. Van a sejtfalában, tehát amíg ez a helyzet, addig ez se nem növény, se nem állat. Én inkább a növényekhez hasonlítanám. Ha kitalálják, én akkor is fogyasztani fogom, megmondom őszintén, igen, mert gyógy hatása van. Ha egyszer felsír egy gomba, akkor te ugyanúgy megeszed? Hát ettől nem félek. Mert hogy tényleg se nem növény, se nem állat, érdekes, nem? A krisnások például nem is fogyasztják pont ezért, mert azt mondják, hogy nem tudják, hogy melyikhez tartozik. Ez inkább a növényekhez. Igen, a vegánok a gombát, meg a mézet, ugye a mézet azt méhek készítik. Tehát ezek határos. Tényleg? Akkor ugye párat. És a méhnek a nyála is benne van. Mennyi az adag? Tehát megveszek egy ilyen port, ahogy mondta, egy kis kávéskanál, kis késhegyi, valami reggel. Reggel vagy reggel is este adható, tehát igazából sokáig elég kapszulában is kapható. Jó a kapszulában? Nem mondtad, hogy a kapszulák azért nem mindig jók. Cellulóz kapszulában árusítják legtöbb helyen, hát olyat vegyünk, ami nem zselatin kapszulás, és igen, a kapszula azért szerencsésebb, mert dozírozható. Van, aki szereti a kapszulát, akkor nem kell vacakolni a porral. Nem kell belőle sok, tehát a kevesebb több elvérvényesül, nem kell sok. A tintagomba, a cukorbetegség esetén kitűnő, tehát a gyógygombáknak speciális hatások van, el lehet olvasni, tele van vele a szakirodalom, az internet, hogy melyik gomba mire jó. Ami fontos, hogy ne állítsuk azt, hogy hú, ha ezt teszed, akkor nem leszel soha beteg. Ez segít oxigénfelvételt, allergia ellen, antihisztamin hatás, megfázás. Melyiket hoztad Balázsnak, és miért nekem az olcsóbbat? Mert mindkettőnket jól ismer azért. Hát most nem figyeld, én neked adom a drágábbat, mert úgyse vennéd meg soha. Ez is igaz, mondjuk. Szerintem osszátok el mind a kettőt, és akkor is majdnem fél évig elég lesz fele-fele. Nagyon jó. Jó. Gábor, köszönjük szépen, hasznos volt, erről az ember kevesebbet tud. Nem is nagyon reklámozzák sajnos egyébként, vagy kevesebb helyen. Nyilván, mint a különböző vitaminokat és immunerősítőket, amiket Vatikában lehet kapni. Szokták kérdezni az emberek, hogy ha szeretnék egy jó immunerősítő kúrát, akkor mit használják? Ugye a kasvirág, a homoktöv is, ugye sok mindent elmondtunk, bélflóra helyreállítás, cikória, csicsóka, és akkor itt kerül elő a pecsétfi, az a sitake, időnként egy kúrával olyan antitesteket, ellenanyagokat termeltethetünk a testünkkel, még egyszer mondom, amit nem tudunk mással. És ezen kívül még ugye levélzárásra, díszoklevelekre is tökéletesen alkalmas a pecsétviasz. Így van. Mit reggeliztél, Gábor? Hát én most kirúgtam a hámból. Na, most erre kíváncsi. Mi volt, felottatod a villanyt a space-be?
Kesődióból készítettem kesú tejszínt. Na jó, tényleg, hát ez de ez, ez különleges, mert egy drágább dolog, és akkor ezzel öntöttem föl a félig főtt köleskásámat. Ugye azért, mert... Ami ilyen megcsikizlek, durvában tolod, mint Puff Daddy. Komolyan, ki az a Notorious B.I.G.? És agavészirup került hozzá, és almával, almacsipszel fogyasztottam ilyen módon. A cashew tejszín volt igazából itt a különlegesség. Uh-huh. Vége az erodásorozat, én ezért ünnepeltem ma reggel. Ja, ma reggel megünnepelted, és megajándékoztad magad egy kis friss családod, egy kis cashew főzött cashew tejszínnel. A cashew tejszín azért jobb, mint a mandula, vagy a diótej, vagy tejszín, mert ez nem szemcsés, és ez teljesen egynemű, és sokkal finomabb. De drágább is ugye a piacon. Így ünnepel. Hoztam nektek is kesudiót, egy picit kandírozott, mézbe kicsit megsütötték, illetve egy kis almacsipszet, házi almacsipszet. Figyelj, Gábor, akartam kérdezni múltkor még, amit elfelejtettem, ami nagyon fontos, hogy szerinted popsiba megcsalás? Én egészségügyi kérdést vártam. Figyelj, mert... Fél kilenc múlt három perccel. Gábor, jövő héten Szabin vagyunk. Jó, jó rendben. Úgyhogy te is pihensz, aztán elmész egy kicsit nyári szünetre. Jó, jó. Célzás, és közben felmondjuk a szerződést. Igen, lebarnolsz, leszálltásodsz, aztán visszajössz, de már nem lesz itt senki, akit ismersz. Megbeszéljük a folytatást, pihenjél egy kicsit. Köszönöm. Jó? Minden jót szeretünk. Hármas ugrásra lehet jelentkezni, mi pedig jövünk Ákos, ide jutem. 3:49 múlt, pontosan 2 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye mondtuk Gábornak, hogy nem kell jönnie a jövő héten, mert hogy nem vagyunk, mondjuk nektek is mondtuk már, de senki ne hiányoljon bennünket, mármint, hogy hiányolhatok, jól esik, csak mondjuk, hogy jövő héten egy kicsit elmegyünk pihenni, és az elmúlt pár hónap általunk nagyon szeretett pillanatait mutatjuk majd újra, ahogy szoktuk, tehát senki nem marad Morning Show nélkül, ismétlés lesz, hát egy kicsit a az elmúlt pár hónap pillanatait újra felelevenítjük. Még a régi hangomat fogjátok hallani, mert a hangom meg fog változni 2 hét múlva, ezt előre mondom. Ez nem azért lesz, mert végre rájönnek, hogy nélkülem is, illetve máshol is lehet nagyon színvonalos műsorokat készíteni, ezért lapátra tesznek, vagy elküldenek csak szimplán a jobb időt. Hogy hanem azért, mert megmondjuk az óromat. Bizony, már nem én, tehát nem közösen, hogy ez egy családi műtét lesz. Nem, hanem Móni Szikét, a tévéak világtörlés. És egy családi műtét lőrincen, ha megbütik az öröm. Nem, orsövény műtétre mész, aztán ki tudja, mit találnak még ott. Úgyhogy, Three in one műtét lesz, mert olyan endoszkopos műtétnek fogok áldozatul esni, amely során 3 műtétet fognak egyszerre végrehajtani rajtam. Így van, és hogy az orsövénynek ne essen baja, ezt mind végbélen keresztül csinálják. A multi-optipupiloptómia, egy külön, nagyon ritka műtét. Így van, külön Balázs kérésére, hiszen ő fizeti a műtétet, így beleszólása volt abban is, hogy az eljárást hogy végezzük. Milyen mély altatást kértem, és fél órát egyedül Janival kettem, miközben Jani mély. Mély altatásban mulatja az időt. Nem lesz egy könnyű műtét egyébként, tudom, több családtagnak is megcsinálták. Megcsináltad már. Több családtagnak is megcsináltam. Valakinek kevésbé. Ugye, nem egy kellemes. Ugye, a polip lenne, az jobb, de az orsövénél meglehetősen erősen szétverik az orrodat. Kérdés, hogy ott mit találnak, de hát, szóval nem, utána kicsit belilulsz, bezöldülsz, bekékülsz, nem tudsz majd nagyon feküdni hosszú ideig, csak így ülve alhatsz, tehát hogy... Hát csak nehogy megint feljelentsék Mónit, hogy megint összevert. Igen. Hát semmiképp, úgyhogy készüljél azért lelkileg, nem lesz egyszerű. Nem lesz egyszerű. Túl lehet élni, de nem egy könnyű. Pár nap kellemetlenség. Bízom benne, azt mondják, hogy minőségileg fog változni az életem. Most tegnap is beszéltem egy doktornővel, aki nagyon kedves volt, nagyon aranyos, és mellesleg egyébként ez a műtéthez ő végezte rajtam a megelőző vérvételt, és neki is végeztek egy ilyet, még a régi időkben, amikor azért szétkalapálták elég csúnyán az embernek a nóziát, illetve az övét is, de mondta, hogy utána például az unokája megkérdezte, hogy honnan az új hang, mert hogy nem olyan nazális a mama hangja, mint amilyen régen volt, illetve sokkal jobban aludt utána. És akkor bejössz majd jövét után hétfőn is keresni fogunk, hogy hol vagy, és ki ez az ember, és ad vissza. Ki ez a mezzoszoprán. Hát a szubbasszusból felmész, majd valami olyan tartományból reped az üveg, és elképesztő jó hangod lesz. Én nagyon hiszek benne, megmutatta a doktornő annak idején az agyi CT-m, vagy koponya CT-m alapján, hogy mi a különbség egy rendes átmérőjű orrnyilás és az egyéb, és egy borsó szem között, és tényleg gigászi volt a borsó. És azt hihetetlen, hogy összefüggő mondatokba tudsz beszélni, ekkora adja. Az János maga egy orvosi csoda. Az is ilyen csoda, hogy arra adja. Fordulsz, amerről szólnak. Ilyen kicsi adja, ilyen összefüggően beszélni, egészen döbbenetes. Na, én tényleg én nagyon drukkolok, és izgulok, és remélem, hogy... Tudom. És rettenetesen elküldöm majd a pozitív energiát. Hogy jó időtök legyen. És gondolok rá, hogy és izgulok tényleg, hogy legyen elég pinyakolád, de ott, ahol megyek.
Na játszunk egy jó kis hármasugrást, már itt is van a játékosunk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Gábor, hello Gábor, honnan hívtál minket? Budapest 15. kerület. 15. kerület, mit csinálsz arra? Csomagküldöttségnél dolgozom, de jelenleg futóműállításon vagyok. Futóműállításon vagy? Gripeneken? Parancsolsz? Gripeneken? Nem. Saját autódon kell egy kicsi futóművet állítani. Így van, úgyis hát a főnököm én. A főnök autóján állítod a futóművet. Csomagküldő szolgálat vagytok egyébként? Igen. A piros-fekete színű. Tudjuk. Na, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy hát szerintem ne ezek. Na, én ezt szeretem, mikor egy kicsit keményebb vagy. De mindjárt oda is lapozok. Itt Evlöv király, igen. Nem annyira nehezek, most nézem. Na, menjünk? Menjünk. Oké, szokott menni egyébként, Gábor, szokta tudni? Ármosugrás kérdésekre válasz? 60-70%-ba szoktam. 60-70%. Egyedül vagy van, aki segít ott a szervezben? Van, aki segít a szervezben. Remélem. Van, aki segít. Na, jól van. Így szól az első kérdés. Melyik városban rendezték a labdarúgó bajnokok ligája idei döntőjét? Berlinbe. Pontosan. Van. Na, menjünk tovább? Mehetünk, igen. Így szól a második kérdés. Sapkáért, baseball sapkáért. Hogy nevezik idegen szóval azt a képességzavart, amikor valakinek nehézséget okoz a betűk, szavak és számok felismerése? Autizmus. Nem, az elsőt forszíroznám a helyedbe, diszlexia. Jól indultál. Gondoltam pedig elsőre. Nem mondtad, miért nem mondtad ki? Mert utána eszembe jutott, de valamit mondtál, disz, valami volt. Igen, a diszlexiát akartam mondani. Akkor kapja meg a sapkának a síldjét. Igen, csak nem mondtad végül, ami disz, elindultál, és aztán hirtelen váltottál. Tehát utána nem mondtad ki. Igen. Nem mondtad ki, hogy diszlexia. Nem, sajnos. Kár érte, igen. És... hát, mondjuk a harmadik előtt lehet, hogy megállítottunk volna, mert az valóban nem könnyű, de ez meg lehetett volna. Igen, ez a diszlexia. Igen. Igen. Arra gondoltam az elején, meg azt is akartam mondani. Jobban kellett volna hinned magadba. Ha kimondod, akkor megvan az ajándékcsomag egy része. Így van. Gábor, köszi a játékot. Szigorúak vagyunk, egy picit, ne haragudj ránk, muszáj. Nem, maradtam, hogy játszottam veletek további szép napot. Nem arról szól, hogy rajtad spóroljunk, csak egy picit próbálunk következetesek lenni. Szívünk szerint nyilván mindenkinek mindig odaadnánk, csak nehéz. Azért ez. Jó? Persze, jó. Bocs Gábor, köszi. Én is köszönöm. Jó hétvégét, ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Az egyik kedves hallgatónk jelezte, hogy katonai járművekkel találkozott, és akkor azt mondta, hogy hagy gyakorlat, mert hogy jól értesült vagyok, és tényleg az zajlik egyébként Magyarországon. Képzeljétek el, hogy azt mondja, hogy jelenleg Magyarországon 1-től 26-ig Capable Logistician 2015 elnevezésű hadgyakorlat zajlik az országban, úgyhogy ne csodálkozzatok rajta, hogy találkoztunk néhány harcjárművel, mert összesen vagy 600 harcjármű érkezik az országba, illetve ennyivel vesznek részt rajta, és 20 országból érkeznek ide katonák, illetve járművek, és felbukkanhatnak az M0-as, az M1-es, az M5-ös, M7-es autópályán, valamint a 8-as, a 82-es és a 83-as úton is. De, tehát, hogy de nem esetleg... át ugyanazt, hogy a törökök elfoglalták Budát, ugye? Vagy a Trojéva jönnek. Csak jönünk, körbenézünk, de szép épületek, csicsat, kitkat, fotózzunk is. Nem, erről sincsen szó, és arról sincsen, hogy esetleg Putyin berágott volna valami. Igen, tehát nem egy orosz hadgyakorlat van, csak úgy jönnek egy kicsit hadgyakorlatozni, aztán itt maradnak egy ideig, igen. Na, 5 perc van pontosan, 9 óra várunk friss közlekedési híreket, ha valaki úton van, akkor küldje el nekünk, hogy mit lát, mit ha, mit tapasztal. 9 óra után pedig Triola Balástól. Nem hiszem el, hogy nem szállsz le rólam. Addig, amíg el nem fújja, mi bátlanul? Figyelj meg, egyszerűen megígértünk valamit a hallgatóknak, és akkor ezt nekünk teljesítünk. Én nagyon hiszek benne. Tényleg. Na, jövünk a hírek után. Ákos hírei után. 8, 9, 10. 9 óra múlt 9 perce. Jó reggelt. Kívánom mindenkinek. Hát te aztán nem vagy diszkalkuliás? Hát nem. Itt többen mondták egyébként, jogos hogy... egyébként félig meddig a dolog, mert ugye az egyik kérdés a hármasugrásban az volt, ugye a... Igen, hogy hát mi a diszlexia, ez volt a kérdés. Hogy nevezik idegen szóval azt a képességzavart, amikor valakinek nehézséget okoz a betűk, szavak és számok felismerés, hát a számokat nem kellett volna adott tenni a végére, mert az adott esetben zavaró lehet, de természetesen a diszgráfia az, amikor mondjuk a számolással nem boldog
boldogulnak a gyerekek, úgyhogy mi viszont elfogadtuk volna, tehát sajnos nem azért nem fogadtuk el a választ, mert hogy azt mondta, hogy diszgráfia, diszlexia helyett, hanem mert azt mondta, hogy autizmus. Igen, tehát semmiképpen nem volt jó a válasz, de a diszlexia az olvasás, és akkor van a diszgráfia, igen, diszkalkulus. Így jár az, aki így a Wikipédiából ír kérdés. Hát... néha. Figyeljetek! De a diszlexiára egyébként azt írják, csak mondom, hogy problémát okoz a betűk, szavak és számok felismerése, leírása, leírt betűket felcserélhetik, stb. És utána írnak még külön a diszgráfiáról és a diszkalkuliáról. Tehát nem volt rossz alapjában véve, amit mondtál. Így van, de a széfbe már nem tettük volna be. Hát ez a széfben, igen, ez már nem ment volna el. Nem. Ez az állásodba került volna ez a kérdés, kisapám, ha ezt a széfbe tesszük. Ha előtte 3-4 kérdésnél már nem rúgtak volna ki. M6-os Pécs felé a Százhalombattai pihenőnél kitereléses ellenőrzés kezdődik. Küldte nekünk. 8-szor műtette, kitartás, Jani, a szimatom jobb lett, rájöttem, hogy csal a férjem, úgyhogy vigyázz, túl jó azért ne legyen. Jó pihenés nektek, üdv Rózsa. Köszi, Rózsa. Srácok, annyira fogtok hiányozni a jövő héten, hogy meg kellett néznem YouTube-on az utolsó Danubius adásotokat, és együtt sírtam veletek. Ezt Gábor küldte nekünk. Fent van a YouTube-on a Danubius és a Sláger utolsó pár pillanata. Én van, azt néha egyébként én is végignézem. De hogy nézed? De tényleg, múltkor is meg, mert a Slágert is megnéztem, a Bocsékat és magunkat is megnéztem. Valami volt egy szabad fél órám, és megnéztem, hogy ők hogy köszöntek el, és mi hogy köszöntünk el. Végignéztem. Nagy volt a különbség? Nem, bent álltak ott is a kollégák, és este már nem a Gáborik ültek a mikrofonnál, csak vendégként, tehát nem ők ültek a pultnál, reggel ugye pedig begyűlt az összes kolléga, vagy bement a stúdióba, és ott úgy köszöntek el, hogy mi tulajdonképpen. Tehát a két videó között nagyon sok hasonlóság van. Igen, mi hogy a Danubius rádió előtt jóval többen voltak. Annyi voltak. Igen, azt hiszem háromszor annyi voltak. De hogy mi ugye próbáltunk egy picit vidámabban, tehát hogy úgy elköszönni, amilyen volt az azt megelőző néhány évnek a hangulata, ők pedig egy kicsit drámáztak. Ők máshogy álltak az egészhez. Igen. Azt nézem még, hogy milyen friss közlekedési hírünk van. Budai alsó rakparton nagyon-nagyon lassú a haladás, ez egyébként minden reggel igaz. Ürömben működik a körforgalom. Köszönjük, fiúk, Istenek vagytok, Rizsa küldte nekünk. Gyömri út 105 elején most pakolják ki a trafit. Csoki bácsi üzente, gyerekek, hasítok, a körforgalomnál 20 perc, ez eddig másfél óra volt, és remélem, hogy még jobb lesz, írta nekünk Gábor, köszönjük szépen. Nem csak nekünk, tehát a közútkezelőnek is. Természetesen. Mindenkinek egyébként. Sokan dolgoztak ezek, hát inkább csak kampányoltunk az építkezés mellett. Így van, és a kivitelezőkről tudni kell, hogy ők jóval a befejezési határidő előtt, amit vállaltak, az előtt fejezték be ezt a körforgalmat, tehát hogy őket is mindenképpen megérdemli a dicséret, mint ahogy azokat is megérdemli, azok is megérdemlik a dicséretet, na csak kinyögtem végre, akik holnap eljönnek véradásra, mert az Üllői 102 alatt, tehát itt nálunk véradás lesz 6 óra 30-tól 11 óráig, hozni kell magatokkal egy tajkártyát, valamilyen teljesen mindegy, hogy milyen fényképes igazolvány, nagyon fontos, hogy ígyatok előtte sokat, hogy azért 50 kilónál legyen nagyobb a testsúlyotok, be kell, hogy töltsétek a 18-at, illetve nagyon fontos még az, hogy ne legyen rajtatok fél évnél frissebb tetoválás, vagy testpiercing. Piercing se? Piercing. Semmi nem jó? Nem. Nem. Az se jó? Az se. Az se. Azt nem tudom, hogy egészen pontosan a piercing miért, mert a tetoválást ugye már megbeszéltük, de mindegy. Igazából, tehát Feri sajnos nem adhat, mert rajta viszonylag frissabb. A tehén, a csirke, meg a kakas. Feri ezt tetováltatta a kezére, egy csirkét, egy kakas, meg egy tehenet, azt hiszem. Hát kinek mi? Ugye a logóját az étteremnek, ezt tetette magára. Egy tehén, egy kakas, azt hiszem, az rajta. Én most akarok magára tetováltatni, 4-5 kiló tofut például. Hát kinek mi? Igen. Abszolút. Na, adod. Nem menekülsz? De szeretnék. Nem menekülsz, de szeretnél. A kedves hallgatóim kedvéért, akik esetleg nem hallották a múlt hét csütörtöki produkciót, Balázs ugye elmondta, hogy neki gyerekkorában volt egy nagyon kedves hangszer, ami még mind a mai napig megvan a régi szobájában. Egy Triole nevű fantasztikus eszközről van szó, amit az embernek a szájhoz kell emelnie, baromi ronda. Szerintem már nem is nagyon gyártják, illetve amit legyártottak, az is még az NDK-ban készült. És Balázs az István a Király című örökbecsű rockoperából tudott egy részletet nekünk prezentálni. És megígértettük vele azt, hogy hétről hétre újabb és újabb remek művekkel szórakoztat majd itt minket, és csiszoljék ezáltal az ő technikáit is, meg a ti tűrőképességeteket is fejlesztjük. Hogy amíg el nem fújom egyszer jól, addig te minden csütörtökön nyúzol ezzel a rovattal. De ha egyszer elfújom, akkor utána már békén hagysz. Ugye a Felkelt a minapunk című... Nem, akkor megyünk tovább. Igen, hagyj békét, uram. Igen, bosszantó, egy bugris bunkó lesz majd az utolsó. Szóval, hogy azt kell elfújnom, pikolom.
És ha elfújom, akkor utána béké hagy. Mert azt valahogy szóba került az István a kérdés, és mondtam, hogy ha most valaki idehoz egy furuját, azt elfújom. Jött egy furuját, nyilván nem tudtam elfújni, és kitaláltad, hogy akkor minden csütörtökön adsz egy lehetőséget. De ha egyszer elfújom jól, akkor béké hagysz utána. Jó, tehát akkor vége van. Nem, hát fia, ha egyszer sikerül, fog figyelni, hogy kedvet kapsz hozzá, és továbbra is űzni akarod. Lehet, hogy 2-3 órás napi gyakorlásokkal felkészülsz, mondjuk egy koncertre. Na, de, de. Tudod, hogy szeretek a komoly zenét, rendszeresen jártok a Mátyás templomba. Én már ott vizionálok egy... Miért fáj ez a Ferivel, ja, ez a Mátyás templom? Egyszer elmondtam, hogy voltam a Benivel egy komoly zenei koncerten, én azóta ezt hallgatom. Most mit csináljak, ha a bennetek nincsenek ilyen mélységek? Hát ne, ezzel nem tudok mit kezdeni. Uh-huh. Nem érdekel bennetek a kultúra. Múltkor megemlítettem a könyvhetet, a Feri kiborult, és még a folyosón is ezt hallottam. Ha. Mátyás templom volt, ami koncerten egy hete ezt mondogatjátok. Hát mit is csináljak veletek? Elnézést, a krémes itt van, nem az a Ruszburma másik oldal. Á, most már mindegy, üljük legalább hűvös van. Pont így zajlott a Mátyás királybeli koncertünk a gyerekek. Pont így, egy gyere, beri, a tökömről is folyik a víz, menjünk be ebbe az épületbe, olyan biztos hűvös van. Igen, nyakamba vettem a vize, a Benit beleívott a szentelt víz, beleültünk az első sorba. Igen, Benit, tedd el a vatta cukrot, mégis csak furcsán néznek ránk. Igen, abszolút. Hát ez pont így zajlott. Na. Nem is téri bácsi, csak ilyen fura ruha van rajta. Igen, belettünk az ostjába, és azt mondom, na jó, szóval szörnyűek vagytok, tényleg a Feri a múltkor pénteken megemlítettem, hogy tessék, nincs, csak ostja. Tessék elmenni a könyvhétre, nézelődni, remek szerzők vannak, egy nap múlva is, könyvhét, mi? Így jött velem szembe a folyosón. Mondom, mi van? Fáj, hogy nem véres hurkát bajálottam a hurka töltő fesztivál kiskunkfél egy házán. De rosszul volt. Hát, yeah, egyszerűen tényleg olyanok vagytok, mint az ördög, amikor bemegy a templom, füstölni kezd a szentelt, hiszen nektek komolyan kultúráról, hát egyszer lehetetlen. És hát tudjuk nagyon jól, amikor az ördög templom olyan csíri csend lett oda bent. Na jó, na figyelj. Mit kell fújnom? Hát az István a királyból. Ja. Tudod, emlékszel. Ezóta megadom a hangot. Aha. Ja, igen. Na figyelj. Szörényi Levente vagyok, megadom a hangot. Na Istenem, figyelj. Csak add, hogy most hibátlan el tudjam. Adj békét, uram. Vajon. Alakul. Nem ezzel készül. Egyébként nem ismered? Most, igen, de most ne nem ismered? De kivel akarsz összeadni? És ez mi? Figyelj. Ez mi volt? Valami rajzfilm. Füles mackó szánkózik. Ez nincs meg? Tényleg? De a füles mackó, mond most nektek szép mesék egyet. Az. Megint a végére állt össze, mert az elején akkor a katyvasz van. Ez milyen katyvasz? Ez hibátlan volt. A királydombon nem hallottunk ilyet. Hát ez biztos. Na, ez most, ezt bármikor, bárhol aláírom. Ebben most nem tudsz belekötni. Hát hol volt, figyelj, hol volt a hiba? Felismertétek? Meg volt? Hát persze, meg volt? Hát persze, hogy meg volt. Mit basszus. Nem, mi van? De nem, én azt akarom, hogy folytatódjon ez a rovat. Szerintem szar volt. Én azt akarom, hogy ez a rovat ne folytatódjon. Figyelj, még egyszer, és akkor mindent elhiszek. De mi aranyhal memóriában? Nem emlékszel, hogy mit fújtam el? Egyszerűen imádom hallgatni. De most, ha belehibázok, mert izgulok, akkor az lesz, hogy na látod, nem tudod elfújni. De hogy lesz. Na látod, hogy nem tud elfújni. De az annyira jó volt. Vakjuk is talál szemem. De haragjál már. Nem. De szemét vagy. Figyelj, az első az jó volt. A Gerendai szerintem keresi a számomat, hogy tudja ezt, figyelj, a produkciót színpadra állítani a nulladik napon. Egy fontos szempont van, hogy a lemezfelvételnél menjen. Egyszer kell menni, utána az összes többi majd mehet playbackről. Nem, én nem adom, na. nem adom ezt. Nem, figyelj, adom ezt. Szerintem... Na, utoljára. Jó. Oké. Okay.
De az nagyon cuki, hogy jön előtte hatalmas levegőket veszem, mert irgalmatlan tempóban használod az oxigént. Figyelj, hallod az orrom, hogy mire izgulsz. Mondjuk, hogy kell fújnom, el kell fújnom. Na, több komolyságot. Jó, visszatérünk rá két hét múlva. De, jó, visszatérünk rá két hét múlva. Én szerintem az első az jó volt, de az a baj, hogy tényleg. Ja, nem akarok félni, nem akarok mellé beszélni. Tehát ott a helyem a gáttalemben. Én tényleg hiszek neked. Nem tudom, hogy ott a helyed a gáttalemben, de hogy szerintem mindenképpen össze kellene hoznod valami kis koncertet az év végére. Addig annyira jól fel tudnál készülni, szerintem a repertoárt is tudnád növelni, tudnál csiszolni is egyébként a technikádon. Én annyira hiszek benned, hogy készítettem is egy kis promót. Mi készítettél egy promót? Persze, szerintem a fussunk neki ennek az évi koncertnek, érted? Te is sokkal jobban fogsz hinni magadban, hogyha meghallgatod, hogy mivé fejlődhet ez a dolog. Na figyelj, hallgass, erről nem tudtam. Egy név Balázs Sebestyén. Egy érzés. Oh my God! Egy hangszer. A Triola Kleider Vanya visszatért az évtized, század, ezred sója. Vegyen jegyet. Triola Night, karácsonyi koncert az arénában. Who is this magic man? This is Mr. Triola. Ugye? Ugye, hogy beszippantott a saját nagyságon? Háromszoros aréna koncertem lehetett, a Havasi rám csodálkozik Mr. majd, hogy tudtam négyszer megtölteni az arénán. De mondjuk azért ezt a produkciót kicsit turbozni kell, tehát a promo egyelőre jobbnak tűnik, mint maga a produkció, de egyébként figyelj, az aréna koncert, de mindenki a decemberben arénázik, nem? Így hát van. Addig még... Hát ez is, bármi addig még van idő. Addig még van idő. De mi legyen a ráadás? Illetve mi legyen a második szám? Az első már megvan. Az első már megvan nagyjából. Az, hogy most 30 másodperc az egész, hát ez most kizavar. Jó, hát figyelj, hát jó. Ja, sokan elmentek David Copperfieldre, és a főszám az volt, hogy hozta a ládát, és ketté fűrészet, és statisztát, és kiadtak érte a 30 000 forintot. Hát akkor ehhez képest... Na, viszont... egy érdekes levelet kapott az egyik kollégánk, és néhány mondatot szerintem beszélhetünk róla, mert maga a levél nagyon érdekes. Ugye Facebookozik az egyik kollégánk, most nem mondom, hogy ki ő, mert nem biztos, hogy akarja ezt ő adásban mondani. Minden esetre a Facebookon azért előfordul néha, hogy érdekes emberek írnak rád teljesen ismeretlenül. És ő kapott egy levelet valakitől, de azóta se tudja, hogy ki írta neki. Csak valamilyen néven valaki bejelentkezett, bejelölte és írt neki egy levelet. Te nem vagy Facebookon? Nem. Minden olyan oldal, amin felett az én nevem szerepel, az kamu. Igen. Ez tényleg így van. Ez van a levélben. Kezeit csókolom, gyönyörű hölgyem. A lényegre térnék. Uh-huh. Hát a tiszteletkörök az elején letudva, nem nagyon szex, gyorsan. Nem szex kapcsolatot keresek. Aha, szóval azt. Olyan hölgyet szeretnék találni, aki szereti, ha kényeztetik a lábfejét. Talpmasszázs, lábcsókolgatás. Ezen vágyam szeretném kiélni, illetve ezzel kedveskedni a hölgyikének. Kérem, gondolja meg, és tegyen velem egy próbát. Ha igényt tart rá, háztartási szolgája is leszek. Cserébe kérhet bármit. Csók lábacskáira. Alájárás, kassza, Tibi. Hogy ez így hogy? De érdekes. Ezt egy itt dolgozó lány kapta. Nem mondom, hogy honnan. Nem akarom, hogy akarja, hogy beazonosítsuk. Bár odatta levelet, hogy beszéltünk róla nyugodtan, de mégsem mondom a nevét. Na. Hogy ez hogy? Figyelj, ha már így szoboztad a Zsuzsit. Hogy... Nem ő volt. Nem ő volt. De hogy az illetőnek a Facebook oldalán vannak fönt olyan képek, amiken látszik a lába? Mert hogy adott nincs. Esetben én simán el tudom képzelni, hogy valaki, ugye azért nagyon sokan szórakoztatják saját magukat azzal, hogy fönt szörfölzgetnek időnként ugye Facebookon, és akkor nézegetnek, vagy keresnek ismerősöket, és nincs akkor fönt. Erre arra rábukkannak, és akkor megnézegetik a képeket, és profilképek között adott esetben lehet olyan, ami felkeltette az érdeklődését. És hogyha az illető egy ilyen lábfetisista, akkor simán lehet, hogy rágerjedt az egyik fotó alapján. Nem, nincs fönt lábas kép, tehát valószínűleg egy ilyen beállítottságú úriember, de nincs fönt semmilyen. A Feri oldalán például egy csomó
csomólábas kép van. Igen, csak mindig neki egy füle van. Hogy egyszerűen csak cipős kép van. Tehát lehet, hogy maga a cipős kép váltotta ezt ki. Egyébként durva, hogy nem. Emberek vadidegen nőknek ráírnak, hogy ők egyébként nyilván lábfetisiszták, és hogy szívesen csókolgatnák a lábát. Hát itt csak meg kell találni a fogadó. A fogadót. Tehát, hogy az, hogy a másik oldalon is olyan legyen, aki ezt legalább annyira akarja, mint amennyire te. Érdekes, én soha nem kaptam ilyen ajánlatot. Hogy, ha, nem? Akkor írok neked is. Te már megint nem csak kollégákat csipasztod ilyen levelekkel, hanem egyszer nekem is küldesz egy ilyen ajánlatot. Nem, igazából kapunk mi is. Na jó, én nem. És Feri sem, csak te. Nem. Mindannyiunknak küldözgetnek állandóan ilyen kis SMS-eket, meg e-maileket, meg ilyesmit. Tehát, hogy a Facebook az gyakorlatilag ugyanez. Ott is kaphatsz üzeneteket ismeretlenektől, akiknek valamilyen szempontból bejössz, valamiért érdekes vagy. Vagy azért, mert ismert vagy, vagy azért, mert szereti a, mit tudom én, a fura diszonáns torz, illetve deformál dolgokat, ezért kapok én. De hogy érted? Tehát, hogy azért ilyen ajánlatokkal simán megtalálhatják az ember. Igen, hát az emberi aberrációnak egyébként nincs a határa. Hát hallott, hogy valaki lábfetisiszta, aki sokkal durvább dolgokat csinál. Én egy amerikai műsorban láttam, hogy Amerikában, de talán Németországban is működnek olyan klubok, ahol egyébként felnőtt férfiaknak az az aberrációja, hogy bepellenkáztatják saját magukat. És akkor így elgondolkozol ezen, hogy az emberiség nagy része nem érette meg arra tényleg, hogy jöjjön valami hatalmas nagy hatalmas nagy meteor és megtisztítson és felnőtt férfiak mennek el, és azt kérik nőktől, hogy pelenkázzák be őket. Tehát, de nem is akarjuk őket megérteni. Nem is akarom megérteni, meg elfogadom. Tehát nekem ezzel nincs bajom, csak érdekes. Nem, biztos, hogy ha visszagombolítanád a szálakat, az mondjuk alapvetően egyébként jellemző lenne rád, mert szereted ezeket a dolgokat, szeretsz így megfejteni embereket. Ezt nem akartam. Akkor lehet, hogy addig jutnál el, hogy ez a pelenkázás, ez gyakorlatilag egy kicsit visszavágyódás a gyerekkorban. Hát ez nyilván arról szól, és hogy ne, tehát, hogy ez valami gyermekkori sérülés. Persze, ennek megvan a pszichológiai magyarázata, hogy egy felnőtt életképes 50 éves egészséges férfi miért szeretné, ha őt bepelenkázták. Lehet, hogy korán veszített el az édesanyját, az is lehet, hogy egyébként hogy az volt az időszak, amikor a legkomfortosabban érezte magát, vagy a legjobban érezte magát a bőrében, és lehet, hogy ezért keresi azt az időszakot. Hogy bepelenkázzák. Hogy elolvastam, hogy Németországban is működnek már ilyen klubok, most valamelyik honlapon volt fent egy ilyen cikk, ahol elmehet, és akkor ott a különböző vágyaidat elmondott, hogy te mit szeretnél, és tulajdonképpen kielégítik a vágyaidat. De nem párkapcsolatról van szó, tehát nem szexről van szó, hanem mindenféle aberráció. Tehát kérdés, ez hívható-e aberrációnak? Hát szerintem valamilyen szempontból azért igen. Ami ha két ember ebbe kölcsönösen belemegy, és egyik fél sem sérül, akkor tulajdonképpen ez nem szól másról, mint hogy tényleg az ember kiélje azon vágyait, amik hajtják és motiválják. Tehát ez szerintem nincs baj, amíg ebben valaki nem sérül, csak fura volt ezt olvasni, hogy például vannak, akik ezt kérik. Hát ráadásul úgy, hogy ugye itt nem a lelkére kíváncsi, nem a személyiségére kíváncsi, hanem egyszerűen csak csókolgatni akarja a lábát. Hát, igen. És végül visszaírt neki? Vagy még együtt vannak? Nem tudom, szerintem egy ilyet kap egy nő, szerintem nem ír vissza. Tehát, hogy egy jobb érzésű nő azért erre egy valószínűleg nem válaszol, nem? Tehát, ha visszaírsz, akkor ő ezt választnak veszi egyben. Tehát nem. De az milyen, hogy vadidegen nőnek megírod, hogy szeretnél a szolgája lenni, igen. Nem? Szeretném, hogy a pórázom vezetne a városligetben. Hogy e körbe vezetne a csórakázatok körül, úgyhogy rajtam van egy folytonya körv. Mondjuk az elég érdekes. És visszahozom neki az apportfát. Elég érdekesen néz neki. Na mindegy, nem, csak érdekes tényleg, hogy fura, hogy milyen emberek vannak. Viszont szörnyű dologra kellett rájönnöm. Az én tudtam, hogy telefonfüggő, és tudtam, hogy internetfüggő vagyok, de megfejtették, képzeld el, hogy egyébként milyennek az oka, és dermesztő. Észrevetted magadon, hogy sokszor oda nyúlsz, és... Persze. Nem. De ez a baj, hogy már más is kiszúrtak. Sokszor kellemetlen. Hiányzik, hogyha nem tudsz oda nyúlni, akkor elvonási tüneteid vannak, hogyha ha nincs veled, akkor idegesebb vagy... A telefonodról beszélek, hát, nyilván. Van, hogy várod már, hogy hozzányúlhassál, hogy fél óránként megnézed a telefonodat, hogy nem történik semmi tulajdonképpen a külvilágban, nem kapsz SMS-t, de folyamatosan úgy érzed, hogy rá kell nézed a telefonodra. Van már ilyen tüneted? Óriás függőség. És én megdermedem, én azt gondoltam, hogy nekem igazából nincs, nem annyira fontos nekem. Én amúgy is azt szoktam csinálni, hogy amikor hazaérek, akkor legtöbbször kikapcsolom a telefont, azt viszontlátásra mindenki elfelejtett. Utána délután valamikor egy este felé bekapcsolom, hogy pont azért, hogy esetleg jött valami fontos hívás vagy SMS, azt ezért el tudjam intézni, de délután van nekem egy olyan időszak, amikor senki nem tud elérni, ez teljesen egyértelmű nálam. És ha emlékszel rá, a múlt héten bennfelejtettem a telefonomat. És
utaztam már a metrón, és elkezdtem így keresgélni a táskába, és basszus, rájöttem, hogy ha most nem viszem magammal a telefont, akkor tényleg nem hogy délután, hanem este sem fog tudni senki elérni. Olyan valahogy olyan csupasznak, olyan mesztelenek éreztem magam, azt éreztem, hogy így hirtelen így elveszítettem a kapcsolatomat a külvilággal, pedig mi történt? Semmi. Hosszú évtizedeket éltem úgy, hogy gyakorlatilag elérhetetlen voltam a szónak abban a formájában, hogy nem volt nálam egy telefon, hogy gyakorlatilag bármikor valaki rám csöröghessen, és akkor tudjon velem beszélni. Tökre el voltunk nélküle, és az évek során viszont úgy hozzászoktam ahhoz, hogy ott van nálam a teló, hogy meg tudom nézni az időjárás, hogy meg tudom nézni a valuta árfolyamokat, hogy meg tudom nézni. Na most ez a cikk, amit olvasom, ez kezded le, hogy nem arról szól, hogy te valójában információt keresel, és ez a megdöbbentő, de megfejtették, hogy milyen biokémiai elváltozásokat okoz az agyban a telefon. És azért megdöbbentő, mert hogy te csak azt mondod, hogy internetfüggő vagy. Énként nem feltétlenül az internetet nézed, mert van, amikor nincs üzeneted, átlapozod a hírportálokat, egyébként nem érdekel, folyamatosan pörgeted az oldalakat, nem is olvasol el semmit, rámész az üzenetre, megnézed a tőzsdeire, időjárás nézel, Facebookozol, közösségi oldalakat nézel, úgy, hogy egyébként ott nem történt semmi. Tehát ez nem csak arról szólt, és mindjárt mondom, hogy milyen hatása van az agyra, hogy mondjuk te fönt vagy Facebookon, és folyamatosan azt nézed, hogy ki lájkolt, vagy ki nézte meg az üzenetedet, hanem ha nem vagy közösségi oldalon, akkor is megfejtették, hogy miért nyúlsz 10 percenként, 20 percenként, fél óránként a telefonodhoz, és hogy miért van a függőség. És elmondod? Nem. Kiderült, hogy az agyban olyan változásokat okoz a telefon használat, ami ahhoz hasonló, mint amikor te alkoholfüggőségben vagy kábítószerfüggőségben szenvedsz. Ugyanis amikor a telefonodhoz nyúlsz, akkor egyfajta vegyület, méghozzá dopamin szabadul fel az agyadban. És boldogságérzet, örömhormon árasztja el az agyadat, és ezáltal a testedet. És amikor ez elkezd kiürülni 10 perc után, 20 perc után, fél óra után, akkor te nem nyúlsz másért a telefonodért, mint hogy ezt a szintet újra megpróbáld egyébként visszaállítani. És hogy azért nagyon komoly függőség ez, mert egy idő után, nagyon érdekes volt a cikk, egy idő után azért vagy ingerültebb, azért vagy feszültebb, azért nyúlsz a telefonodhoz, hogy ezt a szintet, ezt a fajta dopamin szintet te kielégítsd. Tehát gyakorlatilag ugyanaz, gyakorlatilag mint, hogy egy száj cigit el kell szívnom, igen, vagy meg kell innom egy felest, vagy mit tudom én. És én észrevettem magamon, hogy mit tudom én, az elmegy budira, hogy ott levarakva a telefonod, játszol a gyerekkel, de 10 perc után valahogy a kezedbe kerül. Ránézel, megfogod, nem történik semmi, nem írt senki, nem hívott senki, gyorsan megnyitod Index, végig tekered, Origo, bármi. De hogy nem is olvasom a híreket, csak így tekerem, mert egész egyszerűen jól esik. És most döbbentett meg ez a cikk, hogy egyfajta olyan függőségben szenvedek, amire már én se találtam magyarázatot, és én például otthon hagyom a telefonomat, akkor én sokkal nyugodtabb vagyok aznap. És azt próbáltam ki, hogy mi ennek az oka? Én nem stresszelek azon, hogy valaki nem keres. Egy ideig hiányzik, és utána elönt valamilyen földön túli nyugodtság, hogy nem vagy feszült, nem nyúlsz oda, nem buzerálod állandóan, nem nézed meg, hogy írta valaki, mennyi az idő, milyen időjárás van. És az azért van, mert ez a dolog kiürül a szervezetedből, és ezt egy ideig nem potolod, kiürül, akkor utána viszont megnyugszol, és sokkal jobb. És nem csinálsz más, mint egy kábítószerfüggő, ezt a fajta dopamin szintet keresed állandóan, egyfajta ilyen mini kielégüléseket. A Facebookban, az Instagramban, a telefonhasználatban, az internetezésben, bármit csinálsz a telefonoddal, hiába magyarázod meg, hogy persze nekem kell, mert dolgozom, azt mondják, hogy ez is a függőség egyik jele, hogyha te megpróbálod. Ezt megmagyarázza, hogy nem, te nem vagy függő, meg neked a munkához kell. De az nem lehet, hogy megtaláltad valami másban ugyanezt az érzést, vagy ugyanazt egy másik tevékenységgel pótoltad, ami ugyanígy dopamint szabadít föl, mit tudom én, komoly zene hallgatás, olvasás? Na most finoman megint rohadják egy kicsit, hogy megint jössz a könyvhéttel és a komoly zenei koncerttel. Még, ha, még hallod, egyszer mondom, nem mondd, hogy ne fájjon a kultúra. Hogy a legfrissebb hírek a zeneakadémián. Tehát rájöttem, hogy saját magamat egyfajta digitális detoxikációba kell űznöm. Tudatosan. Most megfogod. Bevonulok a digitális detoxikálóba, és egyfajta számüzetésbe küldöm magam, és azt csinálom, hogy lerakom a telefonomat, és megnézem, hogy milyen leghosszabb idő, ami kibírom anélkül, hogy amikor otthon vagyok, például ne nyúljak hozzá. És nagyon érdekes a kísérlet, mert hogy valahogy még mindig nem tudom megállni, hogy az ember ne fogja meg. Valahogy mindig oda kerül, mint a fürdik a gyerek, beül, nem tudom, ja, ott a telefonod, fürdik, dumáltok, gyorsan megnézed, leteszed. Ez nem azt jelenti, hogy nyilván állandóan ott van, figyelj, milyen nyomorúságosan mentegetőzöm. Uh-huh. Vagy mit tudom én. Igen, az előbb, mintha azt mondtad volna, hogy már nem vagy függő, most meg kezdesz vallani.
kezdesz megtörni, úgy érzem. Hadd beszéljem, hogy egy kicsit olyan jó lesz. Nem, nincs. Szerintem figyelj. Ebben nagyon sok ember szenved, csak hogy tud, hogy az agyadat is megváltoztatja. Ha érdekes lenne egyébként, hogyha mondjuk összeírnád, mondjuk egy héten keresztül írnád azt, hogy amikor a kezedbe vetted a telefonodat, akkor milyen információkhoz jutottál hozzá, illetve mit néztél meg. Írja. És aztán mondjuk egy héten keresztül. Egy és mindig este megnézegetnéd, hogy ezek közül az információk közül, amiket így begyűjtöttél, melyik volt fontos, és melyik volt kevésbé fontos. Melyiket tudtad hasznosítani, és melyiket nem. Melyiknek volt értelme magyarul, és melyiknek nem. És szerintem nagyon érdekes lenne a végeredmény, mert valószínűleg az jön neki, hogy gyakorlatilag a fele azoknak az információknak, amikhez hozzájutottál, azok olyanok voltak, hogy vagy ráért volna este is, vagy egyáltalán nem volt fontos, vagy csak kevésbé volt fontos. Tehát simán benne van ez a pakliban. Erre már vannak applikációk. Tehát tetszik ez a naplós jegyzetelés, tehát azért te is erősen... Én analóg srác vagyok, én is. Igen, azért te is erősen analóg vagy ebben a digitális világban. Vannak applikációk, amiket letöltesz, és pontosan megnézi, hogy mennyit töltöttél a telefonoddal együtt eltöltött idő, mennyi volt, milyen oldalakat néztél meg, mennyit volt a kezedben, és a nap végén ezeket a statisztikákat te meg tudod nézni. Tehát van már ilyen applikáció, ami arról szól, hogy megmutatja neked, hogy mennyire vagy valójában telefonfüggő, és hányszor vetted a kezedbe, hány percig tartott az internetezés, milyen oldalakat néztél meg, volt-e valódi haszna annak, hogy a telefon a kezedben volt. De jó a naplózás is, egyébként kifejezetten tetszik. Leírogatom, hogy ültem a Messengeren, három üzenetet, WhatsApp-olt betel. A második nagy spirál füzetem is, mert még egyet a ápizgat. De tetszik ez a fajta megoldás. Kiváló applikációk vannak. Hát nyilván neked Alcatel van, tehát Cheesy-re ugye azért nehezebb applikációt letölteni. Mondjuk a tökéletes, mert nem tudtam beazonosítani korábban ezt a telefonmárkát, aztán kitelepülésünkkel egy pár hallgatónk hozott oda. Hát nem gyenge telefonokról van egyébként, szóval megláttam a feliratot, én arra készültem fel, hogy ez a bizonyos teló, ez valami őskövület, nem tudom mi. Aztán a hallgatók jöttek, amikor csináltuk a selfiket, akkor láttam, hogy tök high-tech telefonról van szó. Na mi melyik? Ez telefon? A mi ez? Alcatel van. Vastacsiz, ez régen azt mondom, akkor mondom, hogy Ericsson 198, azért mondhatnék ilyet. De egyébként szerintem... Legdöbbentő nem, hogy az agyadat, hogy átstruktúrálja egyébként. Csak az, hogy nem felnőtt embereknél igazi probléma ez, mert sajnos én ezt tapasztalom, hogy a 13 éves lányomnál nagyon komoly függőséget okoz, hogy ott van az a telefon. És tényleg, tehát, hogy olyan dolgoktól veszi el az idejét, energiáját, sőt, egy olyan világba, egy olyan virtuális világba tereli be a gyerekeket, aminek szerintem több kára van, mint haszna. Mi most már itt nagyon-nagyon komoly problémával nézünk szembe, és nagyon küzdünk ellene, hogy minél kevesebbet legyen a telefon a kezében, mert különben annyira beszippantja ez a világ, és Ferivel is beszéltem, már náluk is problémát jelent, pedig ott azért jóval kisebbek a gyerekek, mint nálunk. Szóval ott az igazi probléma. Nálunk most felnőtt emberek vagyunk, érted? Tehát, hogy 10-15-20 év házasság után, mert már persze, minden, hogy a telefonodban menekülsz, érted, mi? Hogy hiány, egy 986-os naptár is izgul. Alig vár az, hogy gombfocizhassál, mert a figyelj, most letöltöttem gombfoci applikációt. Tehát én az a baj, hogy én közben hülyeségeket is csinálok a telefonnal. Én egy időben ezt a gyufagyújtást. Abban milyen jó, hogy 30-szor meggyújtasz, meg eloltasz egy gyufát, kérted a telefonod, és én ezt csináltam. És szerintem az emberek nagy többsége nyilván amellett, hogy használja a telefonját, valójában az agyaddal próbálsz egy kicsit lefűzni, azért használod, hogy így kizökenjél a mindennapokból, kicsit Facebookozol, kicsit nem tudom, tényleg Instagramozol, bármi, de hogy közben iszonyatos rabság, állsz a dugóban egy pillanatra, átpörgeted, elindulsz, magadra kell szólni, hogy vezetés közben ne csináld, közben ugye nyilván egy csomó minden van, ami előbb-utóbb. Azért ettől elveszi az energiát. Ez nem egyfajta félelem a magánytól, meg attól, hogy együtt maradsz a gondolataiddal? Pont az, hogy nem. Tehát pont az, hogy az agyadban van már egy biokémiai elváltozás. Tehát erről beszélek 10 percen, sem majd ne törődj vele, hogy ugye de ez nem, erre nem feltétlenül hiszem el, amit mondasz, érted? Tehát, hogy nem, azért pont az, hogy, kérdéseket. Hogy azért válsz függővé, mert már az agyadnak hiányzik. Ez olyan, mint édességfüggő, vagy csak csokoládéfüggő, vagy tehát azért kell nyúlod, mert már nem kapja meg az agyad azt a bizonyos vegyületet. Ebben ez a nagyon izgi. Tehát, hogy van egyfajta kémiai függőség közted és a telefon között. Na mindegy, érdekes volt ez a dolog. De akkor gyakorlatilag nincsen különbség ilyen tekintetben közted és köztem, mert rólam mindig azt szoktad mondani, hogy én cukorfüggő vagyok, édességfüggő vagyok, akkor nálad meg ott van a telefonfüggőség, csak kettő közt az a különbség, hogy te nem eszed meg a telefonot. Igen, egyébként tényleg. Na mindegy, izgalmas kis cikk volt. Mutatjuk mindjárt a nap legjobb pillanatait, jó? És még van egy hárlis kérdésünk is, mert hogy ma és még holnap is jegyet lehet nyerni a Hárli Fesztiválra, olyannyira, hogy holnap adjuk a Meet and Greet jegyet, vagyis a ha Europe valaki így van, holnap nyer, akkor találkozhat a Europe zenekarral, és megkérdezheti tőlük többek között, hogy csak egy nagy sláger tudtak írni.
egy közös képet csinálhat úgy, hogy, hogy jobbján ott van Joey, balján meg ott van John. Így van. Mondjam a kérdés? Bárkik is legyenek ezek az urak. Így van, jöhet a kérdés. Hány éves kor alatt díjtalan az Open Road Fest? A megoldást egyébként nyilván megtaláljátok a honlapjukon, tehát még egyszer, hány éves kor alatt díjtalan az Open Road Fest? Küldjétek el a megfejtést a 0676-45-00-00-ra. 3-4-10 lesz, pontosan 6 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 van, egészen pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kora reggel beszélgettünk a grippenekről, ugye, mert egy egészen rövid időn belül már a második grippenünkkel történt baj. Hál' Isten, ezt a, ugye reggel is elmondtuk, hogy a pilotánk jól van. Szegény ugye 8 napon túli sérülést szenvedett, de reméljük, hogy tud újra repülni. A csigolyája tört, talán, ha jól olvastam, de reméljük, hogy ez a későbbi repülését nem befolyásolja, és tud újra repülni. Nem is a katapultálásról beszéltünk, hanem hogy mi lehet a baj a grippenekkel, mert egy cikk szerint a Magyar Honvédség grippenjének egy másfél hónap alatt 14%-a effektíve leamortizálódott, és próbáltunk elképzelni különböző szituációkat abszolút laikusként, hogy hogyan lehetne a repülőt a levegőben megszerelni, vagy mi történik, ha például éles fegyverekkel tér vissza, vagy élesített fegyverekkel tér vissza egy hadgyakorlatról, akkor hogy tudják letenni ugye nem működő orrfutóval a grippen. Igen, mert úgy tűnik, hogy egy az utóbbi időben, mintha a fogyóeszközé kezdenének válni a grippenek, ugye a 14-ből jelenleg 12 bevethető, és abból a kettőből, ami megsérült, az egyik nem is használható. Ez most, ami a kecskeméti balesetben szerepelt, ez állítólag még javítható. Tehát a dologban egyébként számomra az a meglepő, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül, amióta hadrendbe állították Magyarországon ezt a géptípust, nem volt vele semmi komoly a probléma, most meg nagyon rövid időn belül kettő is. Nem lehet, hogy azért, mert most repülnek? Ja, tényleg. Ez nem rossz. Ugye? Tehát, hogy álltak hosszú éveken keresztül, most megyünk itt, ezt a légteret vigyük, azt a légteret vigyük, és ugye hát most jön neki a hibák, ez tényleg, lehet, nem mert tudom. Hogy a hangárban legfeljebb neki támasztattak volna valamit, és akkor megkarcolta volna az oldalát, akkor nyilván. Na, próbáltuk elképzelni, hogy lehetne egy grippen megszerelni, ha baj van, és ugye Gáborral is beszélgettünk, de most kivételesen nem azt a részt ismételjük meg, amikor Gábor kicsit komolyabban beszélt a gombákról, mert Gábor azért szokott komolyan is beszélni, és mindig nagyon hasznos dolgokat mond, hanem azt a részt, amikor Gábor elmesélt egy nagyon helyes történetet, hogy milyen az, amikor az ember úgy próbál életet menteni, hogy arra egyébként semmi szükség nincs. Gábor élt át maga ezt a történetet, és hát életet próbált menteni a lelkem. Ő egy ilyen szent ember, de tényleg. Csak nem volt rá szükség. Ezeket a pillanatokat most megmutatjuk újra. De jó. Látom magam előtt, komolyan mondom, hogy én 130 kilós embert éppen próbál újraéleszteni, miközben a tekesek térdelnek a hátán, és azt uraim. Nem? Türelem. Igen, több gyengétséget. Több gyengétséget. Próbálj meg őket egy szétválasztani. Elnézést, szabad? Egy kis helyet kérdik szépen. Jövök már. Nem vagyok orvos, de tudom, mit kell tenni. Leteszem a csicsókapudingomat, mindjárt megeszem, de előtte újraélesztek valakit. Az a rukkola ott az enyém, ne nyúljanak hozzá! Zseniális, igen. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel. Hello. Nagyon jó sztori volt. Helyes volt. Nagyon aranyos. Ez is én jobban értek. Menjenek innen! Egyáltalán nem tűnt fel, hogy mindhárom ember fején maszk van tényleg. Nem is vette észre. Nézd, ha életmentésről van szó, akkor Gábor megy. És a földön fekvő, hogy könyöröghetett, hogy jaj, de jó lenne, ha ez most jönne, és akkor megszabadulhatnék. Nem értette, hogy a három durva marcon a férfi mellett ki ez a gyengéd ember, aki szájon csókolja, és levegőt pumpál a szájába, mondta, hogy azért az a tek se a régi már, gondolta magában a pasi egyébként. Na, hívjuk a Harley nyertesünket. Elhangzott egy kérdés, ugye, hogy hánykor alatt ingyenes a Harley Fesztivál. Halló, tessék! Hello, Csabi, Jani Balázs. Szia! Szia! Hello! Írtál nekünk SMS-t, a kérdés úgy szólt. Hány éves kor alatt díjtalan az Open Road Fest? Igen, 12 éve. Így is van! Kérem szépen, micsoda tudás. Elárulod a nevedet? Szia, Benkő Richard vagyok. Szia. Ricsi, hello. Hello, Ricsi. Kivel mész a Harley Fesztiválra? Hát a barátaimmal, úgy néz ki. Uh-huh. Csak két jegy van, szólok. Tehát azért olyan sok embert ne vigyél. De 11 jó, évesek. De 11 évesek. Igen. Egy iskolával megyek. Igen. Jó. Küldjük nektek a jegyet, elmondjuk adáson kívül, hogy hol tudjátok átvenni, és érezzétek nagyon jól magatokat. Jó? Köszönöm szépen, köszönöm. Köszi, sziasztok. Hogy írtál. Ciao. Hello. Hello, hello. Milyen népszerű ez a Harley Fesztivál? Nagyon-nagyon szeretik. Előadók, mindenki. Koncertek, zenészek. Rengeteg ismert ember, Tapper Harley, Harley Potter, Rákóczi Feri. Ah, szerintem a Feri már nincs ott.
Illetve pontosabban ebben még nem lennék biztos valahol most éppen. Ezt szerintem ő sem tudja. Hát vagy most igen, most a kerítésen kívülre húzták, hogy a gyerekek nem hát fél 10-kor itt a Szabastrand, most már leszették a vízibicikliről, begyűjtötték. Tehát most nagyjából tudtam elképzelni, hogy igen, most kezdik beengedni a vendégeket, tehát Feri-Ferit már ébrezgetik. Kelj fel a kép! Uram, kelj fel! 10-kor nyit a Szabastrand, nem? Igen, és megrejt picit, megmozgatik a változók a lizét, hogy akkor szóló! Mi újság, Csabi? Ma reggel voltam edzeni, vagy hát így aerobikozni, vagy hogy hívják ezt. Nem mindegy. És kardiozni. És ott is mondták a srácok, a nagy izmosok, hogy ők akkor ma mennek, és hogy szerezzek már két jegyet, mert hogy ők mennének sokan, de nem tudlak titeket befolyásolni, hogy őket hívjátok. Úgyhogy akkor be volt nyomva a szélvédő, mikor... Nem, mondtam, hogy mondják be, hogy még csak 11 évesek, és akkor így talán bejutnak. Egyébként Ambrosz. Jó napot kívánok! Én is a haverom két jegyet kérünk. Hány évesek maguk? 10. Apukánk vezette a motor, csak most elment pisilni. Az volt, hogy adsz két jegyet, vagy elvágom a torkod. Anyám összekeverte véletlenül Robi Bit a Sport Robival, ez lett a vége, bocs. 10 éven aerobolon élünk, adsz két jegyet, vagy bevásznak a pultba. De egyébként ők nagyon jó arcok, ők Simpsonnal mennek, és ráragasztják a Herni matricát. Az igen, az jó. Igen? Fogják őket kedvelni a Hárnival? Ez azért jó pofáskodókat egyébként reggelizre zabálják meg. Mondd meg a barátaidnak, hogy azért óvatosan, óvatosan, mert a kemény hárlisok azok nem biztos, hogy ezt érzékelni fogják. És én nem üzenem, hogy nem a barátaim. Ja. Jó van. Hívjuk a nap hallgatóját. Ha mondja, hogy morning show, akkor ő is kap egy szép ajándékcsomagot. Aztán átadjuk Csabinak a terepet. Morning show? Az bizony, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Totyi, jó helyen vagyunk, Totyi? Jó, bizony. Totyi, hol hallgatsz minket? Heves megye, a Bükk kapuja, Felsődárkány. Heves megye, a Bükk kapuja. Írtál nekünk egy SMS-t, azt írtad Gábornak, hogy Gábor, lépj túl az előző életeden, ahol egér lehettél egy vidéki magtárban, és táplálkozz normálisan. Nem? Hát ezt igen, mi igen, nagyon igen. Szerettük. Nagyon szerettük. Ki vagy ettől a rovattól? Sokan vannak ilyet, bevállalhatod. Ki? Igen. Na. Sajnálom valójában, sajnálom azt az embert. Nem lesz hosszú életű, az a tapasztalat. Ebben nem vagyok azért annyira biztos. Gábor tényleg kiválóan táplálkozik, csak a húsevőknek sokszor talán mond olyat, ami nem biztos, hogy így nem vágja le a biztosítékot. Feri sokszor bosszankodik azért még itt 10 óra után. Tudod, nagyon szeretem, igen? És nagyon tisztelem, hatalmas lexikális tudással bíró ember, tehát nem akarom bántani, csak úgy néha bepörgök, hogy egye ő a magvait. Ülsz ott reggel, amikor hallgatsz minket, jó kis szalonás tojásántott előttere, jön Gábor és elmondja, hogy csinált egy tápióka pudingot, megértem, hogy egyébként azért ezt egy nehezen tűröd. De ezért jó, mert sokan vagyunk sokfélék, és az embernek tágulnak az ismeretei. Hát az élete 30%-át ezekkel a kajakészítésekkel tölti el, nem? Nem unatkozik. Nem az unatkozik. Biztos. Igen. Totyikám, küldjük neked az ajándékcsomagot. Köszi, hogy minket hallgatsz. Nagyon szépen köszönöm. Ciao. Jó műsor, sziasztok. Köszönjük, szép napot. Hello. Csabikám, remek zenék ma is? Akik aggódnak Feriért, nekik hozok most egy dalt, mert az a cím, hogy Don't Worry. És pont a minap hallottam a Janit, hogy kikelt valamiért, hogy miért mondjuk valamire, hogy a nyárslágere. Ez a nyárslágere lehet, majd a nyár végén eldöntjük. Ez a Metconnak és a Ray Daltonnak a közös klasslágere. Nagyon ott van a úgy egyszer, legyen. Toppon. Egyszer mondanád, hogy olyan előadót, akit ismerünk, nem? Ja, Metcon nem ismerünk. De, Metcon. Na, de egyik mond a Metcont, igen. És a Ray Dalton egy amerikai dalszerző énekes, igen. Leginkább egy vendégként használják a hangját, mert nagyon-nagyon jól énekel. Dalton, a Dalton fivérek. Megvan. Meg a Ray Capps közös gyereke, persze. Csabi jön a kíványság műsorral 555-55-00. Jó, ha szeretnétek tőle dalt kérni, akkor tegyétek meg. Holnap véradás, nem elfelejteni. Nagyon-nagyon fontos, 6 óra 30-tól 11 óráig várunk. Mindenki tajkártyával, fényképes igazolvánnyal, 18 éves legyen már az illető, 50 kilónál fölötti testsúlya legyen, illetve mi fontos még, ja igen, a piercing, meg a tetoválás, hogy az fél évnél régebbi legyen, ha kérhetjük, gyertek. Nagyon fontos az egész, életet adtok azzal a vérrel. De azok is jöhetnek, akiknek nincs piercingjük is. Jöjjön. Jöjjenek sokan. Tényleg próbáljunk segíteni, jó? Holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.